Mindenkinek a nevem Budainé Orosz Réka, és nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót ezen a mai rendhagyó és igazán különleges előadáson. Igyekszünk mindenkinek egy könnyen átadható, könnyen értelmezhető magyarázatot adni a vízesedés, a fokozott vízgyűlem, az ödéma kialakulása és megoldásával kapcsolatosan. A mai este azért is különleges, mert egy különleges témáról beszélünk, aminek a megértése nagyon fontos, és úgy hiszem, hogy bármelyikünket érintheti ez az értelmes biológiai különprogram, és ezt egészségeseknek és betegeknek egyaránt jó meghallani, meghallgatni, lejegyzetelni, és most meghívok mindenkit, hogy jegyzeteljünk az előadás alatt, és minden egyéb teendőt, ami elvonná a figyelmünket a mai webkonferencián elhangzott anyagról, ezt hagyjunk abba. Most ezt az előadásnyi időt szálljuk az egészségünkre, szálljuk arra, hogy hogyan tehetünk, mit tehetünk az egészségünk megőrzéséért, illetve a teljes gyógyulásért. Még az is egy kiemelt téma, hogy hogyan tudunk egy közösségben egyéni módon boldogulni úgy, hogy közben ne veszítsük el sem önmagunkat, sem pedig az egészségünket. Erről fog szólni a mai előadás, amelynek alaptémája a vízesedés, a fokozott vízgyűlem, ödéma kialakulása és megoldása, de talán annyit előre jelezhetek, hogy ennél sokkal, de sokkal mélyebb előadásnak lehetnek a szem- és fültanúi, mert nem csak az okokat fogjuk feltárni, hanem a megoldásokat olyan mélységekbe szeretnénk beletekinteni, amelyek mindannyiunk életében jelen lehetnek, és arra szeretnénk rávilágítani többek között, hogy hogyan tehetnénk ezeket a programokat feleslegessé, hogyan oldhatnánk fel a magányérzését, hogyan tudunk a vízesedéstől, fokozott vízgyűlemtől, ödémától búcsút venni, úgy, hogy közben bennünk kialakul a teljes béke, és az egészségünk helyreállítását célozzuk meg ma. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és remélem, hogy az én hangom is ugyanolyan jól hallható, mint a Rékájé. És nem véletlenül írtam ide be azt, amit bejegyeztem, amíg a bevezető dallam szólt, mi egy vérből valók vagyunk, vagyis soha nem lehetünk magányosak, elhagyatottak, kirekesztettek, nem félhetünk a jövőtől, stb. A pont azt jelenti, hogy aki volt már tanfolyamon, az nagyon is tudja és érzi, hogy miről beszélek. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindent beleteszünk abba, hogy mindenki számára érthető legyen mindaz, amiről beszélünk, de a webkonferencia nem egyenértékű egy háromnapos képzéssel. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne arra várjunk, amíg a legközelebb helyszínen lesz valahol egy tanfolyam, hanem csapjunk le arra a lehetőségre, ami éppen adott. Nos, a vízesedés és fokozott vízgyűlem ödéma már szerepelt legalább 4 vagy 5 előadásban is, külön, mint magány, külön, mint a vese biológiai programjai, de mivel Hamer doktor is azt mondta, hogy ennek megértése és megoldása fontosabb, mint az infarktusnak a megértése, ezért úgy gondoltam, hogy egy nagy összefoglalót fogunk ebben a témában tartani, annál is inkább, mert a közelmúltban nagyon sok kedves barátomnál, ismerősnél, paciensnél ez az aggasztó tünet megjelent. És remélem, hogy ebben a webkonferenciában sikerül megérinteni olyan témát és olyan húrokat megpengetni, amelyek helyre teszik mindazt, ami ezt az érzést elindítja és fenntartja bennünk, és nem tudjuk megérteni, hogy miért gyülemlik a víz a szervezetünkben. Vannak biztos, akik először vannak ezen a webkonferencián, ezért röviden, bevezetőben néhány lényeges dolgotra felhívnám a figyelmet. A betegségek kialakulásának 3 tényezőjét ismerjük,
ezek közül mindenki csak a fizikai tényezőkkel foglalkozik. Ez egyszerűen elképesztő. Csak a fizikai tényezőkkel. A fizikai tényezőkkel fizikai szinten kell megoldani, tehát meg kell szüntetni a mérgezéseket, a méregkezeléseket, egészséges táplálékhoz kéne és tiszta vízhez kéne jussunk, és hát a balesetek azok ugyan nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, de annak a következménye, az viszont már olyan lelki megrázkódtatás, ami elindít bennünk egy biológiai folyamatot, és itt vannak a biológiai konfliktusok, amivel a germán gyógytudomány foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy hogyan reagálok én egy veszélyhelyzetre, egy stresszre, egy váratlan eseményre, ami úgy érkezik, mint derültékből a villámcsapás, és ez az egész megrázó élmény az agy közvetítésével elindítja a szervi választ, ezt fogom kifejteni a következőben. De ami a legsúlyosabb, ezen felül is, a harmadik pont, az önsorsontó hiedelmeink. Kérem szépen az, hogy tanult emberek mennyire tudnak ragaszkodni ahhoz a bizonyos tudáshoz, amit ők megszereztek, az elképesztő. Nem hajlandók újabb ismereteket magukévá tenni. Amikor azt mondom egy betegnek konzultáció, hogy hát a lelki megrázkódtatások az agy közvetítésével szervi választ indítanak el, elképzelhető. Egyszerűen paf maradtam, és küzdöttem még másfél órán keresztül, hogy valamilyen szinten megértessem ezzel az emberrel, hogy lehet, hogy nagyon sok dolgot, jó dolgot tud a kémiából, de ez nem azt jelenti, hogy az érzelmei ne hatnának a szervezetre. Szóval az önsorsrontó gondolataink, például mondok egy ilyet, ezt is pácienstől hallottam, hogy szenvedni erény és örülni bűn. Hát aki ebben a gondolatvilágban él, az természetes, hogy beteg és beteg is marad. Tehát vannak önsorsrontó dolgok, amelyek tévhitek, amelyek megakadályoznak minket abban, hogy helyre tegyük önmagunkat, ki vagyok én valójában, és vannak olyan titkok, amelyeket őrzünk magunkban, és ezek azok, amik nem engedik, hogy feloldjam még magát a magányosság érzését sem. Mert elkövettem valamit, amit nagy titokban tartok, senkinek el nem mondhatom, magányosan élem meg, és begyűjtöm a vizet a szervezetembe. Úgyhogy remélem érthető, hogy már az első perctől a magányosság témája folyamatosan bekerül az előadásba, tehát nem csak a öt természettörvény megismerése után illik bekapcsolódni egy webkonferenciába. Nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe olyan dolgok, amelyek nem lélek vagy szerv szinten indítanak el biológiai programokat. Tehát az éhezés, a hiánybetegségeknek nincsen lenyomata. Ha valaki nem táplálkozik rendesen, mondjuk nem éhezik, de nem eszik meg mindent, ami szükséges a szervezete számára. Ebből hiánybetegségek lesznek, és kész, vagy egyoldalú táplálkozás. A táplálkozásról nem akarok tovább beszélni, mert ezzel teli van, kérem szépen, az egész internet, meg a minden tudománynak nevezett fórum. Itt vannak a mérgezések, és ezt azért jelöltem külön színnel, mert a méregkezelés, a kemoterápia, az nem azt jelenti, hogy a gyógyulásomat fogja biztosítani. Nem elpusztítani kell a rákos sejteket, hanem megoldani a kiváltó okot, és azok a sejtek eltűnnek. A balesetekről már szóltam, és hát itt vannak az orvosi műhibák, kérem szépen. Tehát ha valakinek átvágnak egy ideget, és utána lebénul, észcsókom, azzal nem a germán gyógytudománynak a feladata foglalkozni. A sugárzások is ide tartoznak, mert senkinek se az a problémája, hogy eddig nem kapott sugárkezelést. Nem attól betegedett meg, mert még nem volt MR-em. És az egyéb környezeti tényezőkben nem akarok belemenni, de ami már 2020 óta zajlik, az mind ide tartozik. Tehát én ezzel ezt csak felhoztam, mint listát, hogy tudjuk, hogy mi mindentől megbetegedhetünk, de valójában a germán gyógytudomány tárgykörében azok a
A biológiai programok tartoznak, amelyeknek az elindítója egy DHS, vagyis egy Dirk-Hammer-szindróma. Mi is az a DHS? Hammer doktor az saját életén tapasztalta meg, hogy mi az a DHS, amikor a 19 éves fia meghal a karjai között, minek utána már 111 napon át küzdött az életben maradásáért. De meghalt a karjai között, és 2 hónap múlva heredaganata lett. Aztán amikor felépül, meggyógyul, csak műtétet vállal be, se kemó, se sugárkezelés nem volt, végigéli a pokoli kínokat, vagyis a gyógyulásnak az útját, és amikor egy gyógyulása után belgyógyász főorvosként egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, akkor megkérdezi az ottani daganatos betegeket, hogy vajon az ő életükben nem történt valami nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, tehát drámai, valami olyan, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen tört az életükbe, ami nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás volt, amit magányosan élünk meg, és benne maradunk a konfliktusba. Lám, a magányosság itt is jelen van. És az, amikor, ezért mondja Hammer doktor, hogy amikor már megosztom a bajomat, a problémámat, a lelki bánatomat valakivel, akkor annak már 50%-a elveszett, már nem érint engem olyan súlyosan, mintha magányosan elszigetelten élem meg, mert senki nem akarja megérteni, hogy mi az én problémám. Amint mondtam, a lélek agyszerv tengelyen zajlik minden értelmes biológiai különprogram. A lélek itt nem véletlenül van kisbetűvel és idézőjelbe, mert nem a nagybetűs léleknek vannak konfliktusai, hanem az egónknak, annak a buszra való egós személyiségeknek, amelyek meghatározzák, hogy én hogyan határozom meg önmagam, hogy ki vagyok én, hogy el tudom mondani, hogy apa vagyok, hogy férfi vagyok, hogy magyar vagyok, hogy mit tudom én, mi a foglalkozásom, kik a barátaim, és az számít, hogy nekem egy híres ember a baráti körömben van, és a többi, és a többi. Ezek mind-mind felesleges dolgok. Nem ettől függ az életben maradásunk, hanem erre majd még kitérek. Szóval, az egós személyiségek akadályoznak meg minket abban, hogy el tudjunk csitulni, hogy ne zakatoljon a zagyunk egyfolytában, egyik gondolat üti ki a másikat. Miért? Mert teli vagyunk félelemmel. A hiába mondja valaki, hogy ő nem fél a haláltól, kérem szépen, ott van minden félelemnek az alapja, a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem. Úgyhogy ez a lényege a dolgoknak, hogy az örömében senki nem fog megbetegedni, csak akkor, ha félelemben, szorongásban, szomorúságban éli az életét. Na most a DHS pillanatában, tehát a becsapódás pillanatában kialakulnak a sinek, vagyis rögzítjük azokat a körülményeket, amelyek között megéltük ezt a váratlan, félelemteli eseményt, mert valami nem úgy történt, ahogy azt mi elképzeltük, vagy el se tudtuk volna képzelni, hogy ilyen megtörténhet mi velünk, tehát ezek a dolgok, és ezután a konfliktus már, ezután az értelmes biológiai különprogram már elindul újabb konfliktus nélkül is. Értelmes biológiai különprogramokról beszélünk, kérem szépen, nem betegségekről. Mert mindennek, ami bennünk történik, az értelme, a túlélés és a faj fenntartása, erre is majd még külön ki fogok térni. Vagyis miről van szó? Arról, hogy én hogyan éltem meg azt a váratlan eseményt. És itt jön, ez már egy akkora téma, hogy egy könyvre való téma az, hogy az egyetlen valóság a saját megélése. Mi fogja meghatározni azt, hogy én egy adott konfliktust hogyan élek meg? Mindenki másképp éli meg, és miért? Azért, és ugye ezt tanfolyamon mindig eljátszuk fiúkkal, lányokkal, miért van ez így? Mert már van bennem egy kitaposott út arra, hogyha valami váratlan esemény történik, én arra hogyan reagálok. Ha valakinek egy váratlan eseményre beszólnak, hogy nincs igazad. Mi a reakció?
Hát már megint leírom magam, mert én olyan hülye vagyok, hogy nekem sose tudok egy okos dolgot mondani. Ön leértékelés. Elkezdek ellenszegülni, hogy de igenis igazam van, és küzdök, harcolok érte. Cukorbeteg leszek. Érthető? Vagy bosszankodok azon, hogy ez az okos tojás miért nem tud nekem igazat adni, hiszen nekem igenis igazam van. És akkor jön a gyomor és epe probléma. De megélhetem azt is, hogy szarul érzem magam attól, hogy már megint nem adtak nekem igazat, és indítok egy vastag bélprogramot. Tehát ne jegyezzük meg, hogy az egyetlen valóság a saját megélésem, és akkor visszakérdezek, vajon miért vannak olyan emberek, akik a magányosságot úgy élik meg, hogy észre sem veszik, és még tesznek hozzá egy csomó más programot, és eljutnak a közvényig. Miért van? Mert már gyerekkoruk óta ez a, mondjam úgy, ez az alaplemezre már beégett. De mi lenne, ha észrevennénk, hogy soha, de soha nem lehetünk egyedül egy holografikus, információs rendszerben? Hát ez egy nagyon nagy dolog lenne. Hammer doktor mondatta az, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Mert nem elég a józan ész felfogni a biológiai természettörvényeket, amit érzelmileg indítottam el, érzelmileg is kell megállítsam, leállítsam. Az én mondatom pedig az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Remélem az eddig elmondottakból ez teljesen egyértelmű, hogy ameddig ő nem hajlandó változni, változtatni, elengedni a makacságát, elengedni azt, hogy hagyjatok nekem békén, amíg nem hajlandó őszinte lenni önmagával sem, addig kérem szépen nem beszélhetünk semmilyen gyógyulásról. A második természettörvényben Hammer doktor felfedi számunkra, hogy két fázisban zajlik minden értelmes biológiai különprogram, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő fázis. Igen, kérem szépen, amíg benne vagyok a konfliktusban, addig a konfliktus aktív fázisban vagyok, és honnan tudom, hogy konfliktus aktív fázisban vagyok? Kell ehhez nekem koponya CT? Nem, hisz a tünetek utalnak rá, hogy zakatol az agyam, nem tudok elaludni, ha elalszok, felébredek, nincs étvágyam, nem eszem rendesen, lefogyok, emelkedik a pulzus, a vérnyomás, a légzésszám, emelkedik a stressz hormon szintem, és a többi, és a többi. Csak néhány általános, alapvető dolgot mondok. A kérdés, hogy meddig ülök a konfliktusba. Vagyis mi az első és legfontosabb megoldás? Nem újjék el nap a te haragoddal, hogy zárjam le érzelmileg azt, amit érzelmileg elindítottam. Mi az, hogy érzelmi lezárás? Kérem szépen, elmondom. Először is, ha ismerem a germán gyógytudományt, akkor már megvan bennem a megértés. Ha megértettem egy folyamatot, hogy miért történt, miért olyan, miért mondta azt, mert az én kivetítésem az én kivetülésem. Vagy mondjam egyszerűbben, bolondjukból bolond szél fúj, így van? Tehát miért kell nekem önmagamra vonatkoztatnom valamit, amit más mond rólam? Az az ő véleménye. Mi lenne, ha elkezdenénk gondolkodni, amikor eljön egy ilyen váratlan esemény, és megijedek valamitől, hogy hoppá, álljunk csak meg. Hoppá, ez egy nagyon jó szó. Ez megállásra, gondolkodásra, odafigyelésre buzdít bárkit egy nagy hoppá. Szóval, mire kellene odafigyelnem? Arra, hogy megértem, hogy mi történt, és meg, ha megértettem, akkor már meg tudom bocsátani. De nem úgy, hogy csak úgy gondolok rá, hogy oké, jó, ezt megbocsátottam. Ez nem megbocsátás. Ez ilyen méről kell jöjjön, lélekből kell jöjjön az a megbocsátás. Hogy fog ez megtörténni? Ha elengedem szeretettel a dolgokat, ha el tudom fogadni, hogy ezek a dolgok igenis megtörténtek, és hálát adok érte, mert rájövök, hogy nem ellenem történt a dolog, hanem értem történt. Mindig minden értem történt. Kérdés, mikor fogom ezt megérteni? Mikor fogom ezt megérteni, hogy nem csak a biológia van értem és nem ellenem, hanem az egész élet értem van és nem ellenem. Mert ha a konfliktus mögött egy félelem van, valaminek az el nem fogadása,
Akkor mi a megoldás, kérem szépen? A 180 fokos fordulat pontosan az, hogy elfogadom. És ott volt a negyedik pontban, hogy megértés, megbocsátás, elengedés, elfogadás, és ha ezt az egészet el tudtam fogadni, mondjuk feltételek és előítéletek nélkül, mert ez az egyetlen tiszta szeretet, akkor hálát tudok adni a tanításért. Tessenek megnézni a Újrakezdés új alapokon című előadást, és ott részleteiben ezt kifejtem. Szóval zárjuk le békével a napjainkat, és akkor nem lesznek a megoldást követő fázisban olyan súlyos tünetek, amiket megtapasztalunk. Zárjuk le békével a napjainkat, és ne bonyolítsuk az agyunkkal tovább a dolgokat, és nem kellene letesztelni ezt a tudományos táblázatot itt a hátamnál. Nem kéne letesztelni. Lehet úgy élni, hogy nem teszteljük ezt a táblázatot. Lehet úgy élni, hogy elfogadásban, békében, megteremtve a belső békének. Rendben van. Későn kapcsoltam. 3 napig benne voltam egy konfliktusban, és elkezd fájni a bokám, vagy a lábam, vagy a vállam, vagy a nyakam, mert igazságtalanság a nyakat érinti. Maradjunk az igazságtalanság. És akkor mi van? Fáj a nyakam, gyorsan rohanok orvoshoz. Doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Kérdezem, a doki betegített meg, vagy te önmagad? Ez itt a nagy kérdés. Mit várok el az orvostól? Semmit nem tud arról, amiről eddig beszéltem, mert nem ezt tanítják az egyetemen. Nem a logikus gondolkodásra tanítanak az orvos egyetemen, hanem tények elfogadását tömik a fejünkbe 6 éven keresztül. És utána meggyőződünk arról, hogy a biológia nem ért önmagához. Holott a továbbiakban kifejtve rá fogunk jönni, hogy ez egy tökéletesen működő rendszer, ha megengedjük. Tehát jön az exudatív fázis, és mit jelent ez? Hogy folyadékot gyűjtök be oda, ahol éppen gyógyulok. Hoppá, már is kialakult egy ödéma. De nem egy hatalmas ödéma. Épp annyi, amennyinek lennie kell. És ez az ödéma nem csak a szervi szinten, hanem agyi szinten is meg fog jelenni. Itt van egy olyan góc, amiben az ödéma látszik, és itt is van egy olyan góc, amiben az ödéma látszik. Tehát fájni fog a fejem, természetesen. Meleg lesz a kezem, meleg lesz a lábam, izzadok, vagy ugye mostan általánosan mondok el tüneteket, nem a külön programoknál mind-mind külön jelennek meg különböző dolgok, de hogyha ilyeneket tapasztalok, akkor nem ijedek meg. Vagy éppenséggel megduzzadnak a nyirokcsomóim. Mert éppen lebontok valamit, amire már nincs szükségem. Ez nem azt jelenti, hogy áttétem van, csupán azt jelenti, hogy gyógyulok. Mondjuk, ha egy meldaganatnál van hóna tájékban valamilyen nyirokcsomó. Aztán ott vannak a gyulladás tünetei, a rubor tumor calor dolor funkció lézár, ugye ezt már mindenki tudja, hogy rubor az piros, hogy tumor az duzzadat, vagyis ödéma, a kálor, hogy meleg, a dolor, hogy fájdalmas, funkció lézár, hogy nem működik rendesen. Ezt már a középkorban leírták, és ez ma is ugyanígy van. Semmi nem változott. Csak éppenséggel a szemlélet változott, 1907 óta, a Flexner tanulmány óta a medicina nem azt az utat járja, amit járnia kéne, mert a gyógyszeripar tartja a markában. Szóval ott tartunk, hogy gyulladásos tüneteim vannak, és akkor rohanyak az orvoshoz. Nem, kérem szépen, elgondolkodom pontosan a tudományos táblázat, illetve az útmutató az egészséghez című könyv alapján el tudok gondolkodni azon, hogy na, mit is oldottam meg, fáj a nyakam, hú, akkor valami nagy igazságtalanságot tettem helyre. És rádöbbennek arra, hogy mit. És örülök annak, hogy gyógyulok, és akkor már nem fáj annyira, csak 50%-ban. Már nem élem meg magányosan. Ha örülni tudok, akkor már nincs félelem. De én ebből ennek következtében újabb és újabb programokat indítok el, akkor ez egy lefele haladó spirál lesz. A gyulladás tünetei nem tartanak örökké, mert jön az epileptoid krízis, és ez krízis. Itt a tünetek felerősödnek, van, hogy eltűnnek a tünetek, van, hogy felerősödnek. Nem részletezem. A lényeg az,
hogy az epilepszia is itt jelentkezik. Ezért nevezte Hammer doktor epileptoid krízisnek, mert a legtípusosabb epileptoid krízis maga az epilepszia. Amikor egyszerre oldódik meg egy elválasztási konfliktus és egy motorikus konfliktus, akit érdekel, megnézze az erről szóló előadást. De az epileptoid krízisben képes leállni a szívem. Képes vagyok tüdőembóliát csinálni, mélyvénás trombozist, epekövel, epegörcsöt, vesegörcsöt, és a többi, és a többi. A krízis után kérem szépen elkezdek többet pisilni, mint amennyi folyadékot megittam, és eltűnik az ödéma a hámeri gócból. Kimegy az ödéma a hámeri gócból, kimegy az ödéma a gyulladt területemről, és többet pisilek, mint amennyit ittam. Az egész folyamat, ez az epileptoid krízis rövid ideig szokott tartani, ugye kérdés, mennyi volt a konfliktus, aktív fázis, ez eldönti, hogy mennyire fogok én itt szenvedni, és mennyi ideig. Aztán jön a hegesedési fázis, amikor már túl vagyok a gyógyulásomnak a felén, amikor már megnyugodtam, már van étvágyam, már jó a hangulatom, de, és itt jön megint a nagyokos agyam, olyan fáradt vagyok, olyan gyenge vagyok, hogy ez elindít bennem egy újabb problémát. Hát kérem szépen, azért kell ismerni az biológiai programoknak a két fázisúságát, tehát hogy konfliktus aktív és megoldás, hogy ne akasszam el a gyógyulást, és ne csináljak feleslegesen újabb problémákat, vagy krónikus betegségeket. Hammer doktor 1987-ben, ez az ő mondata, az embriológia és magatartás kutatás alapján sikerült megtalálnom a harmadik és negyedik biológiai természettörvényt. Embriológia, az az idő, amit az anyaméhen belül eltöltünk. Mindenki, aki hallgatja ezt a webkonferenciát, és a terem mindjárt teljesen megtelt, szóval mindenki egy megtermékenyített petesejtből építette ki az összes többi sejtjét. És ehhez létrejött egyszer ez a három csíralemez, három különböző színnel jelölve Hammer doktor által, persze ez nem így jelenik meg az anyaméhen belül, van egy külső csíralemez, vagy ektoderma, van egy belső csíralemez, vagy endoderma, és a kettő között ott van a középső csíralemez, vagy mezoderma. Nem megyek a részletekbe, a gyógyuláshoz ennyit pontosan elég tudni, csak azért, hogy tudjam beazonosítani, hogy milyen programot futtatok. Amint látjuk, megfelelő agyi központok vezérlik a megfelelő sejteket, tehát itt szó nem esik olyanról, hogy áttét vagy metasztázis, hát kérem, ez biológiai képtelenség, hát gondolkodjunk már egy csöppet, egy csontsejt soha nem fogja meggondolni magát, és átalakul, mit tudom én, tüdősejté, vagy a tüdősejt májsejté, vagy ami elképesztő dolgokat tudnak mondani, az bonyolult. Az egyszerűen már túlmegy a vicc kategórián. Nincsenek áttétek, tessenek megnyugodni, csak az orvos nem arra tanították, hogy összefüggéseiben lássa az embereknek a baját, hanem arra tanították, hogy hogyan kell eltüntetni mindent, ami nem odavaló. Na ezbe soha, de soha ne tessenek belemenni, mert mindent én teremtettem meg a szervezetembe, és mindent én fogok onnan eltüntetni. Mert ha én vagyok, akkor minden van. Ha én nem vagyok, akkor semmi nincs. Akkor magányos vagyok, és megyek a megmentőhöz, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Amint már szóltam, nem az orvos betegített meg, nem is ő fog meggyógyítani. A harmadik természettörvényben, tehát Hammer doktor, az egyetfejlődés vagy embriológia alapján megfejti azt, hogy három csiralemezből származó sejtjeink háromféle dolgot tudnak tenni. Vagy sejteket szaporítunk a cél érdekében, nevezhetjük ezt tumornak, ha valakinek ez így jobban tetszik, vagy sejteket sorvasztok a cél érdekében, és ezt nevezhetem fekélynek vagy sorvadásnak, vagy működésgátlást fogok csinálni, és nem értem, hogy miért történt, mert megbolondult a biológia, gondolja az orvostudomány, avagy most már mindent a genetikára fogunk, de a genetikai elváltozás is csak lélekagyszer szinten tud létrejönni, kérem szépen. Amit folyamatosan éveken keresztül fenntartok, mint programot, az átírja annak a bizonyos sejtnek a genetikai kódját.
Mert a túléléshez ezt kell csinálni. És itt túlélő programokról beszélünk, nem betegségekről, tessenek megnyugodni. Szóval a krónikus betegségek csak azért fognak kialakulni, mert nem vagyok hajlandó elfogadni valamit, ami megváltoztatná azt a kialakult állapotot. Még mindig félelemben élek, még mindig ragaszkodom a titkaimhoz, hogy valami nagy-nagy bajban vagyok, de kinek mondjam el senkinek, mert hogy lehet ezt elmondani mondjuk egy családapának, hogy valami olyat tettem, amit nem lett volna szabad megtennem. Ugye, hogy ezt akkor már is érezzük a dolgot, hogy ebben egy hatalmas magányosság van, és az az érzése, hogy nincs, aki segítsen rajta. Igen, kérem szépen, de ameddig nem vagyunk őszinték, és nem nyílunk meg, és nem mondjuk el, hogy mi a gond, addig ebből nem lesz semmi. Egy másik családapának valami olyan dolgot, olyan története volt, amin ő rágódott 10 éven keresztül, és csinált egy gyomorrákot. És amikor elmondta, anyagi dolgok voltak benne, mikor elmondta, hogy mi van, a család összedobta a pénzt, megoldották, és kész. Hát kérem szépen, nem vagyunk egyedül a világegyetemben. Még egyszer mondom, holografikus, információs mezőben élünk, tehát mindenki mindenkivel mindig kapcsolatban van, ha azonos az érdeklődésünk, vagy ahogy ezt szokták mondani, ha azonos frekvencián rezgünk. Nagyon sok ember rezeg már ezen a frekvencián, hála Istennek, amit mi közvetítünk, és nem csak az a lényege ennek az egésznek, hogy én jól legyek attól, hogy mert meghallgattam a webkonferenciát, hanem hogy elmondjam másoknak is, hogy figyelj haver, van megoldás, lépj be te is a webkonfira, és meglátod, megérted a dolgaidat. Tehát a függő konfliktus aktivitás azt jelenti, hogy el se jutottam a megoldáshoz, milyen lesz az eredménye? Vagy egy hatalmas daganat, vagy egy hatalmas szövethiány, vagy pedig egy működésblokkolás, mondjuk cukorbeteg maradok, mert mindig ellenszegülök. Függő gyógyulás. Na ez az, amivel tönkretesszük a szöveteinket, mert ha én itten építettem sejteket, akkor itt le fogok bontani. De nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, nem négyszer, hanem ki tudja hányszor. És ugyanennek a fordítottja is igaz. Ha itt először bontottam, akkor visszaépítek. És akkor csodálkozom, hogy elalaktalanodnak az ízületeim. És ezt már artrózisnak nevezik, és természetes, hogy ez autoimmun. Olyan hülye a biológiám, hogy önmagát megtámadja. Hát tessenek már normálisan gondolkodni, a biológia mindig a túlélésért küzd, de nem arra lett kitalálva, hogy én benne csücsüljek egy konfliktusba, vagy ne oldjam fel érzelmileg a konfliktusomat. A policiklikus lefolyás az egy fantasztikus dolog, mert legalább közben egy kicsi időre mindig jól vagyok, aztán minden tavasszal meg ősszel jön a nátha, vagy éppen pollen szezonban jön a megfelelő allergia. Miért? Mert még mindig nem a bizalom vezeti az életemet, hanem a gyanakvás. Még mindig a félelemben élek, és ameddig félelemben élek, addig kérem szépen vonatkoznak rám a germán gyógytudomány törvényei és a külön programjai. Tehát aki ki akar lépni a biológiai törvények hatája alól, az legyen szíves kívül a biológián élni. Ha akit ez érdekel, hogy ez mit jelent, az eljön a 3 napos képzésre, és ezt megmutatom. Egész gyógyulásunk során nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül. A bennünk élő mikroorganizmusok, amit Louis Pasteur ugye kórokozóknak nevezett, mert hát meg volt fizetve azért, hogy ez így legyen, de a halálos ágyán azért beismerte, hogy nem mondott igazat. Szóval a biológiai programok során a bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok segítenek a visszaépítésben, vagy a felesleges sejtek lebontásában. És vannak ezek a csodálatos vírusok, amire Hammer doktor azt mondta, hogy vírusok, ha egyáltalán ezek léteznek. Nem akarok belemenni tudományos veszekedésekbe. De a vírusok nem rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amivel meghatározzuk az élőlény fogalmát. Erre kitértem ezelőtt 2 héttel az előadásomban.
Az ötödik természettörvény, a quintessencia, vagy a megértés, a lényeg megértésének a törvénye, kérem szépen, ha csak ezt az egyet el tudnánk fogadni, akkor a legfontosabb dolog megtörténne. Megnyugodnék. Megnyugodnék, hogy minden, ami bennem zajlik, az a túlélésemért történik. És nem ellenem, hanem értem történik. A biológiai testemben minden gyulladás, fájdalom értem történik, és nem ellenem történik. És ezzel tisztában vagyok, és megnyugodtam. Nem indítok el feleslegesen újabb programokat, és nem akadályozom meg a gyógyulásomat. Azért tettem mindenki néhány vadállatot, hogy emlékeztessek mindenkit, hogy se a medvék, se a mókusok nem járnak állatorvoshoz. De az ő fejükben csak sinek vannak, a mi fejünkben meg pályaudvarok, rendező pályaudvarok vannak, a feloldatlan konfliktusok miatt. Egy állat, ha megélt egy veszélyhelyzetet, megjegyezte, hogy hol volt, milyen volt, és legközelebb olyan körülmények közé kerül, már iszkol onnan el. Ez a sin. De még nem láttam depressziós nyulat lefeküdni a sinekre, mert meg akar halni, és majd a vonat levágja a nyakát. Szóval ehhez azért kell a gondolat. A baj az, hogy a gondolkodásunkat nem arra használjuk, amire azt megkaptuk. Itt elhallgattam, és felteszem a kérdést. Vajon miért nem Hammer doktor tézisei alapján tanítják a medicinát? Holott már 98-ban igazolták, elismerték, hogy az ő törvényei mind igazak. És akkor itt utalnék megint vissza a Flexner tanulmányra, akit ez érdekel, az a weblap tudástár videói közt megkeresi a Szabadságot a léleknek című előadást, és akkor abból mindent megért. Egy icipici részletet, de tényleg csak a megértés kedvéért, hogy egybelássuk az embert. Ezen a csodálatos táblázaton, amit bocsánatot kérek mindig Hammer doktortól, én 2 évig teszteltem, mert annyira egyszerű, hogy hihetetlen volt számomra, hogy ennyire egyszerű a medicina. Ez a táblázat a gondolkodásnak adja meg a magvát, a lényegét. És ennek a gondolkodásnak az alapján tudtam megírni az útmutató könyvet, hogy megértsük a krónikus betegségeket is belőle. A táblázaton nincsenek krónikus betegségek, akut dolgok vannak fölírva. Szóval, a sárga mezőn, itt ugye az első a sárga mező, mit fogunk találni? Azokat a biológiai programokat, amelyek a mi túlélésünket biztosítják. És akkor most utalok vissza arra, hogy mi kell a túlélésünkhöz. Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ebből a levegő, a fény és a hang gyakorlatilag ingyen van. A vízhez is hozzájutunk, ha kell, ingyenesen is. És azért a kicsi táplálékért, hogy képesek vagyunk őre menni, mert ugye a harc a falatért fantasztikus hasnyálmirigyulladást fog elindítani. Örökség, jogdíj és egyebekért való küzdelem. És aztán belehalunk, amikor kiderül, hogy igazunk van, és megkapjuk a pénzt, utána meghalunk. Mert úgy tönkretettük a hasnyálmirigyünket. Na most a falathoz, tehát a túléléshez nem kell se a feleségem, se a gyerekem, se a kormányfő, se. Levegő, víz, táplálék. Remélem mindenkinél van. Tehát már is megnyugodhatunk, hogy életben maradunk. A terem megtelt. A magány és egzisztenciális konfliktust külön szerepeltetem minden ilyen fólián. Mert ez indítja el a víznek a visszatartását, és létrehozza azt az ödémát, ami már sokkal nagyobb, mint amilyennek lennie kéne, de erre most itt nem térek ki, mert erről fog szólni a továbbiakban az előadás. Tehát a konfliktus aktív fázisban itt természetes sejteket építek, a megoldásban viszont a felesleges sejteket le fogom bontani. Rendben van. Nézzük meg a narancssárga oszlopot. Ennek a felső része az a kisagy által irányított programokat tartalmazza. A kisagy a vélt vagy valós támadásokat oldja meg. Vélt vagy valós támadások. Miért?
Mert a nagy okos agyam nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. És ezért van az, hogy múltbeli emlékek, amik nincsenek lezárva, még mai napig is betegen tartanak. Mert megbocsátok, de nem felejtek. Na kérem szépen, itt jön be a lényeg az érzelmi lezárásnak, hogy megértsük, hogy miért kell érzelmileg lezárni azt, amit érzelmileg negatív érzelmekkel elindítottál. A kezűség vagy kezesség kérdése innen érdekes, tehát mi a narancssárga és a piros oszlopra együtt érvényes az, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes biológiailag, nem az számít, hogy mely kezünkbe fogjuk a kanalat. De a kisagyi programokról, tehát a vélt vagy valós támadásokról szóló előadásban ezt külön kifejtem, nem megyek bele. A kisagy irányítja a bemocskoltságról szóló konfliktusaimat is, mert valamit suttognak a hátam mögött, mert bemocskolták a becsületemet, és a többi, és a vagy elcsúfítottak, megműtöttek, melműtét után hány nő megéli ezt az elcsúfítottságnak a krízisét, főleg ha ez amputáció volt. És elindít egy önleértékelést, amivel aztán szétszedi a bordáit. És a gondozási konfliktus, ez azt jelenti, hogy túlzásba viszem az aggódást. És ahogy Réka ebben a könyvben leírja, az aggódás az időutazók betegsége. A gondozási konfliktus a meldaganatnak az egyik fajtáját indítja el, de ennek a fordítottja is igaz, az állandó vita veszekedés. Rendben van. Akkor nézzük meg, hogy miről szól a narancssárga oszlopnak a második része. Arról szól, hogy önleértékelés egyenlő önpusztítás. Tehát itt jönnek be azok a történetek, amikor valami nem jó, nem vagyok elég jó, képtelen vagyok elviselni az anyósom. Rendben, akkor lebontom a csípőizületemet fájdalommentesen. Majd eltemetik az anyóst, és már nem kell elviselnem, és elkezd fájni a csípőizületem hatalmas fájdalom. De ez konfliktus aktív fázisban eljuthat oda, hogy spontán eltörik a combnyak. Erről is van külön előadást, tessenek megnézni, akit érdekel. De ezt az egyenletet ne feledjük el, hogy önleértékelés egyenlő önpusztítás. Tehát itt először bontok, és utána építek erősebb szöveteket, mint amit lebontottam, mert ebben van a biológiai értelem. A harmadik oszlop a külső csiralemez állt, külső csiralemezből származó sejtjeink programja, ezt az agykéreg irányítja, itt látható pirossal az agykéreg, és az agykéreg nem csak sejtekre hat, hanem képes működésváltozást is elindítani. És ez egy speciális dolog. Nos, akkor, ha sejtekre ható programokról beszélünk, akkor itt is először sorvasztjuk a sejteket, majd megoldásba visszaépítjük. Ide tartoznak az elválasztási konfliktusok, a birtok zónában lévő konfliktusok, vagy birtokkonfliktusok, a birtokzónán kívüli konfliktusok, valamint a működésváltozások. Ez csak egy rövid emlékeztető volt, hogy mi mindenről van szó a háromnapos tanfolyamon. És akkor fogjunk hozzá, és nézzük át még egyszer, talán más szemlélettel a vesét, és a víznek a visszatartását, mert ugye tudjuk, hogy a vese az a szervezetünkben, mondjam azt, a vízmű. És a vízműnek is minden városban két nagy végső problémája van, ha túl sok a víz, vagy ha túl kevés a víz. Na most akkor, hogyan is jön létre a vizelet? Hát a vérnek a megszűrésével. Itt látjuk, hogy a vér bejön a vese artériákon keresztül, beérkezik a vesébe, és hova jut el? Ide jut fel a kérgi részbe, egészen a vesetok alá, az úgynevezett érgomolyagokba. Itt látunk egy ilyen érgomolyagot, most ezt bekarikázom. Ez egy érgomolyag, tehát kapillárisoknak a gomolyagja, mint nagymama kötőgomolyagja, és itt történik meg az elsődleges vizelet létrehozatala, vagyis a szűrés. Az elsődleges vizeletből naponta akár 160 litert is tudunk előállítani, de miért nem
Nem is vagyok 160 kiló. Hát persze, mert folyamatosan szűrök, és mit csinálok? És a vesegyűjtő csatornákon visszajutatom a víznek a 99%-át. 1% fog kijutni a vesemedencébe, és ebből lesz a vizelet. Tehát folyamatosan szűrök, visszaszívom a vizet, és abban az 1%-ban benne vannak azok az anyagok, amelyektől illene nekem megszabadulnom. Na most, hogyha most Hámer doktornak a csíralemez szerinti vese ábrázolását hozom, itt van a narancssárga mezőben az összes érgomolyag, amit most itt látunk, ez az érgomolyag, a sárga mezőben pedig látjuk azt, ami itt is sárgával van bejelölve. Tehát, amikor vízkonfliktust élek meg, tehát vízzel kapcsolatos félelmem van, majdnem belefulladtam a folyóba, vagy a medencébe, vagy a tengerbe, vagy benyomtak a víz alá, és majdnem megfulladtam. Vagy lementem a pincébe, és azt láttam, hogy elárasztotta a víz a pincét. Vagy hatalmas eső volt, és beázott a mennyezet, és a függönyön folyt le a víz, mert elárasztott éppen a szomszédom. És a többi, és a többi. A veséről szóló előadásban ez mind benne van. Akkor, mivel túl sok a víz, valóság, álom, illúzió, még mindig hat, ezért mit fogok csinálni? Kiiktatom ezeket a szűrőket, de nem mindet, nyilvánvaló, csak megtizedelem őket, és ahhoz, hogy azért a szűrés végbe menjen, megemelem a vérnyomást, hogy a megfelelő vizeletképzés meglegyen. A megoldásban visszaépítem ezeket a gomolyagokat, de már nem a helyükre, hanem ide kirakom a tok alá, és mivel megváltozik az alakja a vesének, ezt el fogják nevezni Wilms tumornak, és itt már kérem szépen vészcsengőket csengetnek az orvosok, hogy hú, ez rák. Holott a vese tökéletesen működik. Csak megoldottam egy konfliktust. És nyilván ennek ott van a szervi lenyomata. Ha valaki eltörte a csontját, akkor annak a törésnek a helye látszani fog. Ott van a csontheg szövet. Milyen jó, hogy erre nem mondják azt, hogy rák. Viszont ha nem volt törés, és mégis van csontszövet szaporulat, akkor az már rák. Ugye milyen érdekes? Na, menjünk tovább, akkor megszűrtük a vizeletet, ezt most kitörlöm, és akkor jön az, hogy vissza kell szívni a vizeletnek a 99%-át. No de, mi kell a túléléshez? Levegő, víz, táplálék. És akkor mi a helyzet? Az itt a nagy probléma, hogy megélem azt a marha nagy magányt, amit a partra vetett hal is megél. Vagyis nincsenek biztosítva a létezés feltételei. A partra vetett halnál elképzelhető, hogy ezt átéli? Igen, mert hogy az állatoknak is vannak érzéseik, csak nem gondolkodnak. Magányosan éli meg ez a szerencsétlen hal, hogy kidobta a víz a tengerből? Igen. És szeretne menekülni ebből a helyzetből? Mármint, hogy vissza? Igen. És mit fog csinálni? Hát nézni fog a biztonságot jelentő víz felé, és ezért fog létrejönni a divergens strabizmus, vagyis az a fajta kancsalság, amikor valakinek szétáll a szeme. Akinek olyan a szemtengely ferdülése van ilyen irányban, annak volt egy ilyen megélése, aztán azt rendbe hozta az élet, megváltoztak a körülmények, de még mindig nincs lezárva a története érzelmileg. Ezért bármikor újra élheti a magányosságot, a kirekesztettséget, és a többit, és a többit. Tehát azért tettem ide ki ezt a képet, mert a magyar ember képekben gondolkodik, vagy ha nincs egy képe róla, akkor képtelen elképzelni. Ugye milyen gyönyörű? El tudjuk ezt mondani ugyanígy más nyelven? Nehezen. Tehát miről szól a partra vetett halnak a története? Arról szól, hogy
A testben levő vizet visszatartja, mert a túléléshez vízre van szüksége. Kikerült a vízből, tehát a testében levő vizet visszatartja. Tehát ez egy megoldást biztosító program a hal életében. Csak hogy a biológia mindent, ami a túlélést biztosítja, az továbbadja a további élőlényeknek is. És ezért van az, hogyha én magányosnak érzem magamat, akkor kérem szépen, mit fogok csinálni? Lezárom a vesegyűjtő csatornámat. Vagyis ebben a vékony csőbe sejtszaporítást indítok, hogy eltorlaszoljam annak az 1% vizeletnek is a kijutását, mert a túléléshez vízre van szükségem. Konfliktus aktív fázisban ez történik. A megoldásban le fogom bontani a felesleges sejteket. Na most akkor a lényeg az lenne, hogy kifejtsük ezt az érzés kört, hogy így mondjam, hogy mi az, hogy a létezés feltételeinek hiányából származó félelem, röviden létkonfliktus. Hát nem erről szólt az elmúlt 2 év a létkonfliktusról, a ja Istenem, mi lesz velem? Mert maradjatok otthon? Mert elvesztem a munkahelyem? És a többi, és a többi. A magánynak minden formája erről szól, amikor a magányosság érzésének átadom magam, a menekültség érzése, mert menekülök akár háborús övezetből, menekülök egy kapcsolatból, menekülök egy munkahelyről, vagy éppen a felelősség elől. A kórházi lét az, ki az, aki jól érzi magát a kórházban? Megmondom, még az orvos sem. De ő nem konfliktusként éli meg, mert ő oda pénzt keresni megy. De ha valakit bevisznek a kórházba, nem fordul meg az eszeibe, hogy ja Istenem, vajon nem két lábbal előre fognak kitolni engem itt 4 deszka között? A meg nem értettségnek a megtapasztalása. Hányszor tapasztalunk meg ilyet, hogy meg nem értettség? Miért? Mert nem tudunk szívtől szívig kommunikálni. Akit ez érdekel, az majd a tanfolyamon megtanuljam, hogy ez mi. És a legsúlyosabb dolog a társas magány, a mellőzöttség, kirekesztettség érzése. Ez valami döbbenet, hogy mit tud bennünk elindítani, és ez mind lezárja a vizet, és kialakul az ödéma. És akkor megkérem Rékát, hogy lépjen be. Igen, jelen van. És átadom neki a szót. Éppen a lehetőséget ahhoz, hogy ezt a magányérzést egy kicsit mélyebben körüljárjuk. Ez egy olyan állapot, egy olyan érzelmi állapot, amire már mindenkinek, szinte mindenkinek van saját tapasztalata az eddigi életútján. Ez a korunk problémája is a magány, és nagyon-nagyon köszönöm, Karesz, hogy említetted az elmúlt időszakot, hiszen ezt a szorongás, a félelem és a reménytelenség, a reményvesztettség fémjelezte, ez volt az elmúlt időszaknak az egyik legdominánsabb érzelmi struktúrája. Általában ezekkel a szavakkal tudjuk kifejezni, vagy ezekkel tudnánk körülírni, hogy mihez társul még a magány, hiszen amikor szorongunk, amikor félelemmel teltek vagyunk, amikor reménytelennek, vagy reményfosztottnak látjuk magunkat, ott igenis megjelenik a magány. Igen, erőteljes érzés, és ez a magányosság állapot, ez megnyilvánul abban is, ahogyan viselkedünk, vagy ahogyan a kapcsolatainkat, a társas kapcsolatainkat rendezzük, és hát igen, megjelenik a magány nagyon sok esetben. És a magányról beszélünk, én most szeretnék több mindenre kitérni, ami ehhez az érzéshez kapcsolódik. Gyakran összetévesztjük azzal, hogy a magányos ember az, akinek nincsen társasága.
Erről nagyon sok irodalmi alkotás szólt, és nagyon sokan megfogalmazták már ennek a miben létét, és hát nem tudok elmenni két kedvenc költőm mellett. Adi úgy fogalmaz, hogy sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces messzefény. Lidérces messzefény. Jaj, de nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének. Szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valakié. Lennék valakié. Talán ezek a sorok a leginkább mutatják meg azt, hogy milyen a magány állapotában lenni, hogy igazából az a szeretett kapcsolat, az a közösség, az az érzelmi támasz hiányzik, amely független attól, hogy hány ember vesz körül bennünket. És akkor, amikor a létkonfliktusról beszélünk, és a létezés feltételeinek hiányát említetted, erről pedig József Attilának a Semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog sorai jutnak eszembe, mert az, aki a létezés konfliktusában van, hogy túlélem, megmaradok, mi lesz velem, az pontosan ezt a teljesen kiüresedést, ezt a semmi ágán ül szívem állapotot éli meg, és jó lenne, hogyha ezekről egy picit mélyebben is ismereteket szereznénk. Tehát a magányról annyit lehetne összegezni, hogy nem csupán azt jelzi, hogy nem vágyom társaságra, vagy nincs társaságom, vagy hogy valahova tartozzak, és ez az érzés, ez a nem tartozom senkihez, nem vagyok sem rokona, sem ismerőse senkinek, ahogy Adi fogalmazott, ez igencsak befolyásolja azt, ahogyan önmagunkra tekintünk. Bár nem beszéltünk erről, és nem a vízgyülemhez tartozik, de hadd említsem meg, hogy ez a magányosság érzés, ez igencsak romboló hatással bír az önértékelésünkre, az önbecsülésünkre, hiszen hogyha ha nincsen senki körülöttem, ha magányosnak érzem magam, akkor hajlamosak vagyunk a saját jóságunkat is megkérdőjelezni. Miért nem szeret engem senki? Miért nincs mellettem senki? Miért hagy el mindenki? Miért maradok mindig egyedül az életemben? És itt kérdőjeleződik meg a saját értékünk, a saját miben létünk, hogy érdemes-e úgy végigküzdeni x évet, hogy igazából nem tudok kapcsolódni senkihez, vagy nem akar hozzám senki kapcsolódni. Itt van a másik nagy csapdája ennek az állapotnak, mert hát társas lények vagyunk, és igényünk van a társaságra, és nagyon sokan küzdenek tartós magánnyal. Látunk olyan epizódokat az elmúlt évek történetében, hogy nem menj társaságba, maradj otthon, zárkózz be, ne tarts fenn emberi kapcsolatokat, ne engedd magadhoz közel azokat sem, akik jelen vannak, és ezek mint egy száraz dúszban konzerválták, tartósították az emberekben a magányosság érzését. Ha magányosságról beszélünk, akkor meg kell említenem azt is, hogy bár rengeteg eszközzel, rengeteg olyan programmal rendelkezünk a számítógépeinken és telefonjainkkal, amelyek a közösség építéséről, a közösségi hálókról beszéljünk egy picit, mert egymástól elszigetelődünk ezek által az eszközök által. Bár látszólag a marketingje pont az, hogy maradj kapcsolatban mindig mindenkivel, de mivel egyre több időt töltünk egymástól elszigetelve a világhálón, az online világban, a kapcsolatrendszerünk is nagyon beszűkült, és nagyon, nagyon egysíkúvá vált, és kutatások is mutatják már azt, hogy sokkal rosszabb hatást váltanak ki ezek a közösségi hálók már a magány tekintetében, mint
mint ahogyan ezt a kezdetekkor gondolták. Szintén kutatások igazolják azt, hogy az online jelenlét, a közösségi oldalak csak felerősítik a magány és az izoláció megélését, az elszigetelődés megélését, hiszen pont ezek miatt nincsenek élő kapcsolataink, és ezért vagyunk egyre kevesebbet egymás társaságában. Tehát, ha magányról összefoglalni kellene, hogy mi is a magány, akkor azt mondanám el, hogy a magány valójában nem az emberek hiányát jelenti, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a magány nem azt jelenti, hogy nincs mellettem senki, nem ez az igazi magány. A magány az az érzés, hogy a valódi kapcsolatok hiányoznak. És ez a valódi kapcsolódás érzése, az igazi összekapcsolódás, igazi kapcsolatteremtés megélése, ez szenvedhet hiányokat akkor is, hogyha 200-an vesznek körül, ha óriási családi kör van körülöttem, de mégsem érzem azt, hogy mi itt valójában igazi kapcsolatban lennénk. És itt az érzelmi magányra hívnám fel a figyelmet, ez a magánynak azon típusa, amikor a valódi kapcsolatok, a kötődések, az elköteleződések, egymással való kapcsolatfelvétel, egymással való még belső kapcsolat hiányát jelzi. Ez nagyon gyakori. Az érzelmi magány bármikor megjelenhet, élhetek családban, vagy lehet 32 gyerekem, lehet bárhány barátom, de ha nem tudom senkivel megbeszélni azt, ami bennem zajlik, akkor igazából ebben a kérdésben én teljesen egyedül vagyok. Ha mondjuk más a nézőpontom az életnek kérdéseiben, ha úgy érezzük, hogy valahogy kilógok ebből, legyen ennek egy banális oka, mondjuk én vagyok az egyetlen váltasszony a baráti körben, és azt érzem, hogy mindenki el van a maga történetében, és az enyémre nem kíváncsiak, vagy történetesen másképp látom a dolgokat, mint a többiek, és picit úgy érzem, hogy kiszorulok ebből a társaságból. Izgalmas a magány megismerése ebből a nézőpontból, mert ez kortól, nemtől függetlenül bárhány évesen érezhetjük, akár tinédzserként, amikor kilógunk a társaságból, amikor másképpen viselkedünk, mint ahogyan a kortársaink. Megélhetjük fiatal felnőttként, amikor már mindenkinek van barátja, társa, barátnője, jegyese, kedvese, és nekünk még mindig nem sikerült ezt megtalálni. Kilóghatunk a sorból kisgyerekes szülőként, akár otthon, mert kiestünk abból a lüktető körforgásból, ami addig az életünk része volt, de felnőttként is, amikor azt látjuk, hogy a gyermekeink bezárják az ajtót előttünk, és azt mondják, hogy ez az én privát szférám, ne gyere be a szobába, hagyj békén, anyuciki, amit mondasz, ez már őskori, ez már divatja múlt, vagy olyan helyzeteket teremtünk, ahol párkapcsolat, illetve a gyereknevelés kérdőjeleződik meg bennünk. Magányosan élhetjük meg azt is, hogy kinek adjak igazat az apjával veszekedő kamasz fiúnak, vagy annak a párnak, aki valamilyen nevelési irányelvet szeretne követni. És nagyon sokszor vannak olyan helyzetben emberek, nők, asszonyok, férjek, apák, akik szeretnének mély belső kapcsolatot kialakítani, de valahogy ezt nem teszi lehetővé a beszélgetés. És teljes mértékben oda kellene figyelni például a társas magányra. Erről, ahogyan nagyon keveset beszélünk, mert ez talán az egyik legszégyenletesebb állapot, hiszen senki nem dicsekszik azzal, hogy mi a párommal
csak egy fedél alatt élünk egymás mellett, de nem egymással. Tehát erről derül ki a legkésőbb, ennek a jelenléte derül ki a legkésőbb a külvilág számára. A magányérzése tehát nem jelent egyet az egyedülléttel. Leginkább azokban a helyzetekben tudunk társas magányban lenni, amikor sokan vannak körülöttünk. Élhetünk kapcsolatban, de nagyon elszigetelve mindenki mástól, a barátoktól, a kapcsolatoktól, a társaságtól. Vannak olyan párkapcsolatok, amelyek elszigetelik, elzárják a külvilágtól magukat. Részben ennek is megvan a maga patológiás háttere, erre nem térek ki, hogy miért van az, hogy az ifjú pár az a mézes heteken, hónapokon túl már nem akar senkivel barátkozni, kapcsolódni, ők mint önálló kis szigetecske működnek, és elzárkoznak az emberi kapcsolatoktól. Ez is egyfajta magányérzést vált ki. De hallok olyan esetekről is, amikor az új család, a férj és feleség között egy olyan helyzet alakul ki, hogy na akkor most megszakítjuk a kapcsolatot a szülőkkel, megpróbáljuk a partnerünket egy oldalon, csak velem légy, csak nekem élj, csak velem töltsd a szabadidőd féle szlogenekkel befolyásolni. Ezt nevezhetnénk manipulációnak is, hiszen végül is erről beszélünk és nevezzük nevén a dolgokat, amikor valakit kiszakítunk az ismert, megszokott baráti társaságból, kapcsolatoktól, társaságától, a kikapcsolódási helyzetétől, akkor igen, azt élheti meg, hogy ő társas magányban van, hiszen ő kiszakadt abból, amiben eddig jól érezte magát, és most egyetlen embertől függ az ő helyzete és boldogsága. Gyakran belássunk ebbe a hibába, főleg az életünk korai szakaszában, amikor megvan a párunk, és elszigetelődünk mindenki mástól. Tehát itt azért ez is egyfajta társas magány, hogyha nem lehetnek minőségi kapcsolataim, érzelmi támaszaim a párkapcsolaton túl. Gondolok itt a szülői támaszra, gondolok itt a barátokra, tehát itt azért rengeteg párkapcsolati dominanciaharc is teret kap. Szóval nem beszélünk arról, hogy hányféle társas magányt élünk meg, akkor, hogyha a párkapcsolatban sem találunk megértést, támogatást, elfogadást, biztatást, nem kapunk a párkapcsolatban teret arra, hogy önmagunk lehessünk úgy, ahogyan vagyunk, mert ezek korlátok, keretek közé vannak szorítva. Gyakran hallok olyan kifejezést, hogy ezt meg kell beszélnem a párommal, én ilyenkor nagyon örülök, hogy döntésben mindkét fél részt vesz, viszont azért itt az egyensúlyt ne felejtsük el megtartani, tehát azokat a problémákat, amelyek mind a két felet érintik részben vagy egészben, azt fontos megbeszélni, de akkor, amikor ez a megbeszélés egy megfelelő időpont keresése miatt elhúzódik, mert most ideges, most nem tudok vele beszélni, most fáradt, most elzárkózik a megbeszéléstől, vagy nem nyitott az én problémáimra, itt mindig felmerül bennem, hogy ez a párkapcsolat, ez vajon mennyire kiegyensúlyozott, mennyire harmonikusan működő helyzetet mutat, és mennyire lehet magányos az az ember, akinek akár napokat, heteket kell várnia arra, hogy megfelelő hajlandóság legyen egyáltalán a beszélgetés elkezdésére. Mi az, ha nem a társas magány? Vannak olyan emberek is, akik azért választják a magányt, és itt inkább egy döntésről beszélünk, mert túlságosan is törekednek a tökéletességre. Ez a perfekcionizmusnak, vagy a túlzott önmagunkhoz mérten túlzott kritikus hozzáállás is oda vezet bennünket, vagy oda juthatott el bennünket,
hogy hogy elszigetelődünk az embertársainktól. Ennek az oka pedig az, hogy ha túl szigorú vagyok, túl kritikus vagyok magamhoz, akkor nem engedem meg magamnak azt a lehetőséget, hogy hibázzam. És itt van a rákfenéje az egésznek, mert ha hibázhatok, akkor ezzel felvállalhatom, vagy felvállalom az gyengeségeimet is. És már pedig ilyenkor a túl tökéletességre törekvő embernek pontosan az az ideája, hogy a gyengeségét nem szabad megmutatnia. Ez pedig nem létezhet, ez az állapot nem maradhat fenn akkor, hogyha állandó társaság lesz körül, és ez fogja az embert arra késztetni, hogy beszűkíti az emberi kapcsolatait, ne lássanak bele a kártyáimba, ne tudják azt, hogy nem vagyok tökéletes, hogy vannak rossz tulajdonságaim, kellemetlen szokásaim, olyan nem szimpatikus vonásaim, amit nem akarok másoknak megmutatni, ezzel védem magam, tehát ezzel a sebezhetőségemet, az esendőségemet próbálom leplezni, beszűkülnek a kapcsolati lehetőségek, tehát vagyunk mi a kis sziget a nagy zavaros óceánban, mi összetartunk, mi összefogunk, de amikor ebben a mi állapotban megborul az egyensúly, akkor itt a társas magány, illetve az érzelmi magány is megjelenik. Fontos erről is beszélni, közvetlenül vagy közvetetten mindegyik eljutott bennünket arra az állapotra, hogy ennek kóros tünetei lehessenek. Akkor, amikor nem szeretünk idegenekkel, más emberekkel, számunkra ismeretlen emberekkel kapcsolódni, beszélgetni, mert visszahúzódóak vagyunk, mert félünk az ismeretlentől, védjük magunkat az esetleges sérülésektől, akkor felmerül bennem, hogy itt az önértékelésem az mennyire helyén való, hiszen hogyha önleértékelt vagyok, mert biztos nem lehet engem szeretni, akkor jobb, ha háttérbe húzódok, mert ez a biztosabb, és ez az önvédelmi stratégiám, hogy én mint egy kaméleon besimulok a háttérbe, és érezhetem magam társaságban belül, ha tényleg nem vesznek észre, és túlságosan jól sikerül az álca, érezhetem magam úgy, hogy felesleges vagyok, szemkivetett vagyok, senki nem törődik velem, nem vagyok része az egész társaságnak, nem tudok velük kapcsolódni. Tehát ez egy olyan csapda, amiről egetessék meg, hogy két külön mondatot szálljak ebben az előadásban. Hogy a magány mértéke az milyen, és milyen szintig, hány évig tudunk egy-egy ilyen állapotban benne lenni, ez teljesen személyfüggő, de beszéljünk egy kicsit a hosszon túl az intenzitásról. Hogy milyen intenzíven tudjuk beleélni magunkat a szenvedésbe, az egyedüllétbe, mennyire tudunk egy-egy helyzetből, egy-egy magány kialakító helyzetből kilépni, az attól is függ, hogy mennyire vagyunk hajlandóak a változásra, a nyitottságra. Magányosak lehetünk egy teljesen új terepen, amitől mindenki irtózik. Történetesen nem kell hozzá nagy életvezetési traumának történni. Elköltözünk egy idegen városba. Nem találunk munkát egy ideig, és keressük pedig az új munka lehetőségét. Vágyunk rá, és amikor ott vagyunk, akkor úgy érezzük magunkat, hogy bekerültünk egy olyan terepre, ahol mindenki mindenkit ismer, és mi vagyunk a kívülálló, az az ember, akivel nem foglalkoznak, és itt dől el, hogy nyitok-e az új felé, merek-e kilépni ebből az önsajnálattal néha átitatott magány állapotból, hogy merek-e oda menni emberekhez, vállalom-e, hogy kiépítem ezeket a kapcsolatokat. Átmeneti idő, mondjuk egy költözés vagy egy munkába állás elmagányosodása, de ezen tudunk változtatni.
Nagyon gyakran látom azt, hogy a magányosság állapota pont azért nem változik, mert erről nem beszélünk. És itt azért fontos lenne visszakapcsolni az első természettörvényre, hogy mindig egyetlen egy oka van, az, hogy benne ragadunk, nem találunk rá megoldást, és nem beszélünk róla, magányosan éljük meg. Ez fontos lenne megérteni. Gyakran annyira kikerülünk az emberi létezésnek a színteréből, hogy egyáltalán nem is akarunk erről beszélni. Hát a konfliktus kezelésről nem tanulunk soha sehol semmit. Mindent tudunk a vas összes vegyértékéről, de a konfliktusaink kialakulásáról, megoldásáról, átalakításáról nem hallunk. A személyek közötti, mondjunk egy csúnya szót, interpersonális konfliktusok gyakran pont ebbe a bezárkózottságba visznek bennünket. Mert lehet a vita témája, vagy a konfliktus témája bármi más, falat konfliktus, elválasztódás, akármi a gyermekgyógytudomány tudományos táblázatából, de mivel nem tudunk erről beszélni, nem tudjuk megoldani a konfliktusainkat, bármilyen legyen az, azt érezhetjük, hogy ezzel a problémával egyedül vagyok, csak nekem fáj a lábam, mindenki azt mondja, hogy csak én tudom megoldani ezt a helyzetet, de félek kilépni, félek elmenni, félek benne maradni, félek új terepen kipróbálni magam, biztos bizonytalanért effektust, ezt rengetegszer belénk nevelték, és rengetegszer hallottuk gyerekkorunkban, és pont emiatt maradunk benne egy bántalmazó kapcsolatban, pont emiatt maradunk benne egy számunkra előnytelen helyzetben, pont emiatt nem változtattunk a viselkedési stílusunkon. Próbáljuk elkerülni, próbáljuk kendőzni, leplezni, de ott belül pontosan tudjuk és érezzük, hogy ez nincs rendben. Általam észrelt legnagyobb magányos társas magány, azt látom, hogy nagyon sok ember él társas magányban. A minőségi érett párkapcsolathoz két érett felnőtt személyiség szükséges. Ez a sérelmeink tükrében a fájdalmaink folyamatos leltározása miatt lehetetlen. Mert amikor sértettek vagyunk, amikor háborúzunk egymással, amikor harcban állunk egymással, akkor megéljük azt az állapotot is, mint amit a menekültek is, hogy egy háborús övezetben lakunk, a nappal és a hálószoba állandó harctér. És tudom, hogy élesen fogalmazok, és szándékosan fogalmazom így a mondani valómat, mert a párkapcsolat három alapköve, az a fizikai törődés. Szükségünk van az ölelésre, a simogatásra, a gyengédségre. A törődés olyan szintjével, amiben konkrétan testileg is érzem a másik jelenlétét. Az, hogy elfutunk egymás mellett az előszobában, és odaadjuk a bevásárló cetlit, illetve a feladatokat, hogy mit kell megtenni, ez nem a valódi, mély és őszinte beszélgetés. Ez egy felszínes társaság, társalkodás. Emiatt van a legmélyebb magányérzésünk, hogy én csak arra vagyok jó, hogy főzzek, mossak, takarítsak, etessem a családot, intézem a számlát, vigyem a gyereket magánórára, a kutyát sétáltatni, és holnap kezdődik az egész előről. Ha nem tudom elmondani, hogy nekem milyen napom volt, milyen kételjeim, milyen bizonytalanságaim, milyen örömeim, milyen gondolataim voltak, akkor ez mind bennem ragad, és minden nap, minden ilyen hangulatban eltöltött nap egy picit eltávolít attól, akivel megoszthatnám ezeket az érzéseket. A második alapillére a meghallgatás, megértés. Azt hiszem, hogy ezt nem kell ragoznom. Mindenkinek szüksége van arra, hogy meghallgassák. Azt látom, és ez a személyes tapasztalatom, a hozzám fordulók nagy-nagy része nincs meghallgatva, nincs megértve, nincs
Nincs az a minőségi idő, amiben együtt lehet azzal, akitől érzelmi támaszt vár, vagy egyáltalán csak annyit, hogy valaki leüljön és végighallgassa. De azt mondja, hogy hosszú, nincs időm, fáradt vagyok, megy a tévébe valami, megy a krimi, megy a foci, megy a sorozat, majd később, majd hétvégén, majd nyaraláskor, és ezek frusztrációs szintjén össze tudnak gyűlni az emberbe. A harmadik pillér pedig az egymáshoz való segítő szándékú odafordulás, és nem a megmentésre buzdítok senkit, hanem egyszerűen csak néha arra van szükségünk, hogy valaki azt mondja, hogy ne aggódj, minden rendben lesz. Tudom, hogy banálisnak hangzik ez a mondat, de kinek nem volt még arra igénye, kinek nem esett volna jól egy feszült helyzetben, valaki azt mondja, hogy bízom benne, hogy minden rendben lesz, nyugi. Lehet ezt kevesebb feszültséggel is. És amikor ezek nem teljesülnek, vagy ezek olyan ritkán jönnek össze, és olyan elenyésző minőségben, hogy ezt hiányként éli meg az egyik fél, azt érzi, hogy ezektől meg van fosztva, nem kap törődést, nem hallgatják meg, nincs segítség, nincs védelem, nincs egy jó tanács, nincs egy odafordulás, nincs megértés, nincs testi kontaktus. Ezt az érzelmi megfosztottságot, ezt nagyon komolyan meg tudjuk élni egy-egy kapcsolatban. És ezt úgy hívják, hogy érzelmi vagy emocionális depriváció, ezt csak azoknak mondom, akik szeretnék ezt szakmailag is megérteni. Általában ez az állapot a rideg, nem támogató, megértés nélkülöző kapcsolatokra jellemző. Ez megjelenhet a szülői magatartásban, megjelenhet azokban a sémákban, sablonokban, ahogyan mi nevelkedtünk, mert nincs kisfiam időnye fogni, mire katona leszel, elmúlik, kislányom, mire mennyasszony leszel, ez nem lesz lényeges. Nehezen vesszük ezeket a helyzeteket észre, pontosan amiatt, mert megszokottnak hisszük, elfogadottnak hisszük, hiszen nem lelkizünk. A szennyest nem teregetjük ki máshol, és nem szellőztetjük meg a történeteinket, de pont emiatt nem beszélünk róluk, pont emiatt nem lesznek megoldva, és pont emiatt leszünk még magányosabbak egy-egy kapcsolat során. Ugyanez a megfosztottság, ez a mellőzöttség, ez a nélkülözött, menekült állapot, ez megjelenhet nagyon sok szinten a kapcsolatunk során. Vannak olyan párkapcsolati vagy magánéleti traumák, amelyek során szintén megéljük ezt a magamra maradtam ezzel a problémával állapotot, mert nem mondom el a megélésemet. És megint az első természettörvényre utalok, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Ha nem mondom ki, hogy attól félek, hogy ez a problémám, hogy ebben és abban érzek hiányt, ezt szeretném, hogy addig ezek nem tudnak és nem is fognak megváltozni. Miért lényeges arról, hogy beszéljünk erről? Azért, mert ezt szoktuk a leginkább titkolni, mert így mi látszólag jól vagyunk. Mi olyan boldog külső képet mutatunk a külvilág felé, hogy milyen boldog és kiegyensúlyozott kapcsolatban vagyunk. De milyen kapcsolat az, amelyben ilyen erősen kell ezt kifelé mutatni? Én mindig megijednek ezektől az ideális álompároktól, akik így szinte molinón hirdetik, hogy mi ugye milyen nagyon boldogok vagyunk. Ezekben a kapcsolatokban hiányzik az érett felnőtt magatartása, hogy felelősséget vállalok a párkapcsolatom jelenlegi státusza miatt. Lehet, hogy kikoptak a hosszú-hosszú beszélgetések, a kifogyhatatlan témák, a hajnalig beszélgetünk az éjszakában, a sötétben féle pillanatok, de jó lenne,
hogyha valóban odafigyelnénk, és szeretném felhívni a hallgatóság figyelmét is, hogy nem az alapvető programokkal foglalkozunk. Szeretnénk mindig valami extra csavart beletenni a történetbe. Valahogy kikerülni, megkerülni a magányosság érzésének az elismerését sem. Mert hogyha nem arra törekszem, hogy ezen az állapoton változtassak, hogy felterítsem, hol vannak a saját aknáim, hol vannak a csapdáim, hol vannak azok a pontok, ahol elmegy az energiám, a magány fenntartása legalább annyi energiát követel, mint az ebből való kilépés. Gyakorlatilag csak apró lépéseket kellene megtenni, csak apró dolgokon kellene változtatni, hallgatni ott, ahol a panaszkodás áradat van, és beszélni ott, ahol a problémák gyökereit kellene feltárni. Gyakran van olyan egy-egy konfliktus során, hogy beszüntetjük a beszélgetést. Ez egy párkapcsolati dominancia harc, egy játszma, hölgyek és urak. A nem szólok hozzád, az nem egy büntetés, amivel a páromat büntetem, hanem ez egy önsorsrontás, önmagam büntetem, önmagam fosztom meg attól, hogy erről a helyzetről egy nyugvó pontra, egy közös megegyezésre jussunk. Önmagamtól veszem el azt a lehetőséget, hogy ezen változtatni tudjak, és igen, itt jön be az egyéb testi nyavaja, mert el vagyunk foglalva azzal, hogy itt fáj, ott fáj, ez a baj, az a baj, és majd, hogyha jól leszek, majd, ha meggyógyulok, akkor megváltoztatom a párkapcsolatomat, akkor majd újra születek, akkor majd más ember leszek, nem kérem szépen. A felszínes beszélgetések ideje legfőképpen olyankor, amikor valakinek már konkrét kézzelfogható testi tünete van, ott a felszínes beszélgetést be kell szüntetni. Tartalmas, mélyen szántó dolgokról kell tudnunk egymással beszélni. Ugyanúgy, mint arról, hogy mennyi volt az utolsó gázszámla. Ha csak olyasmiről tereferélünk, ami a mindennapokhoz kapcsolódik, csak a mindennapi kérdéseket, semmi érdekesség, semmi olyan program nincs, ami a belsőnkről szól, ez a megoldás, kérem szépen, tessenek figyelni, mert ameddig én nem mondom el, hogy hol vagyok és kivel magányos, ameddig ezen nem változtatok, ameddig nem lépek ki abból a helyzetből, hogy hallgatok akkor, amikor meg kellene nyilvánulnom, és nem maradok csendben akkor, amikor a másikat meg kell hallgatnom, partner kapcsolatról beszélek, akkor nem indul el a kommunikáció. Akkor két ember beszélget egymással párhuzamosan, mint a keleti pályaudvaron az egymással párhuzamos vonatok, elmennek egy párhuzamos síneken közlekedő vonatok, elmennek egymás mellett. Ébredjünk fel arra a valóságra, hogy igen, vannak minden helyzetben nehézségek, akár egy betegséggel kapcsolatos, akár egy párkapcsolati helyzettel, akár egy anyagi helyzettel, bármilyen szinten. A magányosság az, hogy nem lépek ki a nem cselekvésből. A magányosságnak van egy olyan visszahúzódó mellékhatása, és most a mellékhatást idézőjelbe teszem, hogy nem szólalok meg, nem mondom el, hogy hol szorít a cipő. Nem mondom ki azt, hogy te Béla, mikor fogtad meg utoljára a kezemet? Emlékszel még rá? Szeretném, ha ezt visszavezetnénk. Hiányzik az ölelésed. Szeretnék veled 5 percet ülni a csendben az asztal mellett. Szeretném, ha végighallgatnál. Szeretném, ha elmondanád, hogy mi zajlik benned. Nem szeretnék senkit olyan beszélgetésekre buzdítani, hogy miattad vagyok magányos. Nem, a magány az mindig két fél vállalása. Mindig két emberen múlik az, hogy mennyire vagyok hajlandó beengedni a belső világomba a másikat. És izgalmas lenne azt is tudni, hogy mikor van az a pont, amikor
amikor változtatnom kell. Mert sok ember él abban a gondolatban, hogy hát azért vagyok magányos, mert ez vagy az nem úgy teljesül. De mi van azokkal az esetekkel, amikor nincs párkapcsolat? Mi van azokkal az emberekkel, akik egyedül élnek? Azok nem minden esetben magányosak. Igen, sokkal kitettebbek az egyedül élők ennek az érzésnek. De nagyon sok olyan egyedül, tudatosan egyedül élő embert ismerek, akiben nem jelenik meg a magány. Hol van az a pont, ahol én kapcsolódásra, megértésre, bizalomra, támogatásra vágyom? Ezt mindig kívülről akarom megkapni mástól, hogy majd jön valaki, aki elűzi a magányomat. Kérem szépen, nem valakinek kell jönnie, hanem saját döntésnek kell lennie ahhoz, hogy a nehezen kezelhető problémákat is megfelelő felnőtt élet magatartással változtatás felé irányítsam. Nem kell mindenkinek mindenben mindig egyetértenie. Fontos, hogyha elérkendő, hogyha csak a fontos irányvonalakban, nagy vonalakban, életvitelben, család tovább vitelében egyetértünk, hogyha közös az értékrendszerünk. De a társas magány az, amikor ezek a pontok már egyáltalán nem jelennek meg közösségi elvként. Tehát, hogy nem egy olyan építő jellegű, növekedést, fejlődést megcélzó kapcsolatrendszerben vagyok, hanem a hiányt pótoljuk, mert kell valaki, aki behozza, behasgatja a fát a pincébe, és kell valaki, aki főz és mos. Ez a hiány alapú. Tehát ez a mihez kezdenék magamba, kell valaki, aki segít. Ez nem a párkapcsolat életminősége. Az életpárkapcsolat arról szól, hogy együtt fejlődünk valahonnan, valahová. És a lényeges része az, hogy azok, akik befordulnak, akik majd én egyedül, majd én megoldom, majd én csendbe szenvedek állapotból, hajlandóak tenni egy lépést, és elmondani azt, hogy mire vágyakozik is a vágyaiért, tesz is valamit, mert nem csak egy üres felsorolás, hogy lennék valaki, ahogy Adi fogalmazott, hogy jó lenne valaki lenni. Nem, önmagamé vagyok, önmagamnak tartozom azzal, hogy ebből az elszigetelődésből kilépek. Az elszigetelődés másik formája a családdal való kapcsolat fenntartása. És gyakran tapasztalok is, hallok olyan beszélgetéseket, vagy beszámolókat, amikor a magány alapja az, hogy nem jövünk ki egymás családtagjaival, és úgy érezzük, hogy szeretnénk elmenni, mit tudom én, meglátogatni a szüleinket, de a párom már ettől hülyét kap, már ideges, már ha meghallja azt a szót, hogy menjünk anyuékhoz, már paprikás a hangulata. Hát hogyan tudnék én így érzelmileg biztonságban lenni egy kapcsolatban, hogyha fekete listásak a rokonaink? Ezeket a tiltó listákat tessenek egy picit átírni, hogy kivel nem akarok találkozni, kivel nem akarok kapcsolódni. Emiatt is magányos vagyok, mert egyszerűen már mindenkit felírtam a listára, akivel értelmes dolgokról tudnánk beszélni. Elmagányosodok akkor is, amikor ezeket a sérelmeket őrzöm magamban. Már mindenki túl van legalább egy ilyen történetem. Jó lenne a magányosságot úgy is feloldani, hogy beavatjuk egymást, egyeztetünk, lefixálunk nagy-nagy döntések előtt közös nevezőt. Aki egészséges, felnőtt érzelmi világban rendelkezik, akkor ott megvan a közös döntésre való törekvés. Társas magányra utal az is, hogy ha én mindent megteszek a párkapcsolatom benővel való viszonyom helyreállításában, a másik erre nem nyitott a változással, nem óhajt a fejlődésről hallani sem. Ebből csupán arra tudok következtetni,
hogy valaki teljesen kívül hagyja, figyelmen kívül hagyja a másik véleményét. És ha nekem nem lehet saját véleményem, saját nézőpontom, saját elképzelésem, ötletem, az érzéseim megosztására senki nem kíváncsi, ez hosszú távon igenis magányos állapotot, társas magányt hoz az életembe. És sok olyan kapcsolatot látok, amelynek az alapja gyakorlatilag az egymás mellett élésről szól. És ezek látszólag működni is tudnak. Főleg a fiatalabb korosztálynál látom azt, hogy mindenkinek megvan a maga nézőpontja, maga életfilozófiája, mindenki teszi a dolgát, a hálószobában minden rendben van, mert hát lehet az, hogy szinte semmilyen életterületen nincs közös nevező, de a hálószoba valameddig ez nagyon jól tud működni, ameddig itt mélyebb érzelmi kapcsolódás igénye nem merül fel, és pont emiatt nehéz elszakadni attól, akihez fizikailag nagyon tud valaki vonzódni, mert hát ott minden rendben van, és látszólag esténként a hálószobában a nézeteltéréseket rendezzük, meg ott látszólag kvázi működik a dolog, de ez hosszú távon nem kivitelezhető esemény, mert felmerül az érzelmi kötődés, az elköteleződés, érzelmi, mély érzelmi elköteleződés igénye mind a két félnél. És megjelenhet akkor is, hogyha ez a testi-lelki kapcsolat csak egy síkon fut, tehát valaki például egy olyan kapcsolatban van, mondjuk ő a harmadik, a plusz pótkerék, a szerető, a kisegítő állapot, amikor úgy kezdődik egy kapcsolat elindulása, hogy szólj, ha lesz valakid, meg majd én is szólni fogok, ha találok nálad jobbat. Nyilván ezt nem így szoktuk kifejezni, de körülbelül ez a lényege. Nagyon sok kapcsolat fut így zátonyra, és nagyon sok olyan kapcsolatot látok, és a társas magányról szeretnék mélyen beszélni, mert ez egy aktuális és társadalmi probléma, ahogyan látom, hogy ez abban is megnyilvánul, amikor két egymásért elköteleződés nem vállaló ember kapcsolódik. Tehát hallottam olyan esetről, és nagyon-nagyon szomorúvá tett, hogy ez még 2020-ban, 22-ben is előfordul, hogy nem vállaljuk az élettársi kapcsolatunkat. Tehát hőzőgünk azzal, hogy hajadonok és nőklenek vagyunk, de van már 3 gyerekünk, de mi nem akarunk elköteleződni. Mi még titkoljuk egyáltalán azt is, hogy mi összetartozunk, tehát nincs egy érzelmi támasz, amikor rossz ízű megjegyzéseket vetünk a partnerünkkel kapcsolatosan egy társaságban, amikor megalázó helyzeteket teremtünk, amikor a partner teljesen mellőzöttnek érzi magát, kirekesztetnek egy kapcsolatban, mert úgyis az van, amit én mondok, mert nálam van a hangerőfokozó. Tehát vannak olyan kapcsolatok, amelyek csupán a közös elvárás, vagy illetve a közös fedél és hitelvállalás tart össze, és azt szoktuk mondani, hogy de legalább a gyerekekért nem. Én azt hiszem, hogy itt alapjában véve azzal kellene tisztában lenni, hogy mit szeretnék valójában. Ha egyedül vagyok, és magányos vagyok, akkor vajon miért nem találok párt, miért nem tudok kapcsolódni más emberekkel? Mi az, ami megakadályoz? Attól félek, hogy újra becsapnak, átvernek, nem kapom meg azt, amire vágyom, hogy újra kihasználnak. Ugye ezek félelmek, és rendszerint meg is teremtjük a félelmünk tárgyát. Mitől rosszabb szenvedni, az egyedülléttől, vagy esetleg attól a helyzettől, hogy benne maradok egy olyan kapcsolatban, vagy egy olyan állapotban, ami boldogtalanságra és magányra ítél. Jó lenne tudni, hogy
hogy hol vannak az elvárásaink. Tehát tisztába kellene lenni, hogy miért nincs párkapcsolatom, miért nem merek közeledni mondjuk a párkapcsolat témakörben senkihez, mi az a sérülés, konfliktus, amit még mindig nem zártam le, mert elkezdek általánosítani, hogy minden férfi azt akarja, és minden nő pont-pont-pont olyan, ezek általános sablon szövegek, és melyek az saját elvárásaim, hogy milyennek kell lenni a páromnak, mert lehet, hogy azért vagyok magányos, mert senki nem üti meg azt a mércét, azt az elvárás halmazt, amit én felállítottam, vagy eldöntöm, hogy ilyen nincs is, és jobb, ha egyedül leszek, mert így nem csalódhatok. Igen, elvárások is, ez a záró kör ebben a témakörben, vagy a záró gondolat ebben a témakörben, mert az elvárásainkkal is illendő lenne az elvárásaink területén is szétnézni. Az egész világ arra van beállítva, hogy kell egy társ, és hogyha megvan a társ, akkor már csak boldognak kell lenni. De minden e körül forog, hogy társas lények vagyunk, és társaságba járunk, és igyekszünk valahogyan boldogulni ebben a környezetben. Akkor, amikor már megvan a társ, és csak boldognak kellene lenni, akkor derülnek ki olyan helyzetek, amelyek néha rávilágítanak arra, hogy egy szerepet játszunk, azonosulunk a tökéletes feleség mintájával, a társadalmi elvárással, azonosulunk azokkal a helyzetekkel, szerepekkel, vállalásokkal, amiket úgy gondolunk, hogy teljesítenünk kell. Amikor ez megvan, és meg ki tudjuk pipálni ezt a feladatkört is, akkor rájöhetünk arra, hogy 10-20-30 éven keresztül egy illúziót kergettünk, amelyet soha nem tudunk sem meglépni, sem elérni ennek a maximumát. Nagyon sok ember él idézőjelben szépen egymás mellett, vagy hallok olyat, hogy el vagyunk, és itt is az el vagyunkat úgy nagyon idézőjelbe teszünk, meg látszólag boldogok vagyunk, meg elméletileg minden rendben, de ez az elméletileg az mindig jelzi azt, hogy gyakorlatilag pedig nem. Gyakran látok olyat, hogy eljönnek hozzám beszélgetni, és ilyenkor gyakran van olyan, hogy a partner kint várakozik, és azt látom, hogy nincs egyetértés, és próbáljuk ezt a látványt fenntartani. Vajon mennyi energiát kell ennek a magánynak a meglétébe tenni? Mennyibe kerül ezt fenntartani, és mennyibe kerülne ebből kilépni? És nem a párkapcsolatból kellene kilépni, hanem rávilágítani a valós, igazi értékekre, hogy mit szeretnék teljesíteni, mit szeretnék az életembe behozni. És ha úgy érzem, hogy kirekesztődtem, meg kellene figyelnem azokat a helyzeteket, azokat a pontokat, ahol én kilépek, ahol én nem döntök az élet mellett, ahol bennem nem jelenik meg az aktív tetrekészség, a változtatás illetően fontos lenne a kezünkbe venni az életünket, fontos lenne rávilágítani a valós problémákra, és a valós problémák mögött értem azokat a megéléseket, amelyek bennünk vannak. Merjünk erről beszélni, merjük felvállalni a gyengeségeinket, merjünk benne lenni egy olyan helyzetben, amely megváltoztatja az eddigi hozzáállásom. Ha összefoglalni kellene, annyit mondanék egy mondatban, hogy a magány az, amire mi önmagunkat kárhoztatjuk. Egyszerű lenne a kilépés, egyszerű lenne a megértés, egyszerű lenne akkor, hogyha mernénk felelősséget vállalni a kialakult helyzetért és a testi státuszunkért. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt elmondhattam.
Nagyon-nagyon köszönöm Rékának ezt a részletes kifejtést, és ahogyan beírtam a csetmezőbe, én közben jegyzeteltem. Mert rengeteg olyan dologra mutatott rá, amiben benne volt a megoldás is. Mert arról beszéltünk, hogy nem csak megértetjük, hogy mi az, hogy magány, hanem megoldást is mondunk. Tehát aki figyelt, az néhány gondolatot lejegyzetelhetett. A magányosságnak a megéléseit már gyerekkorunkban megtapasztalhatjuk, például egy új iskolába, egy osztályba megyünk, egy új közösségbe, és ott kirekesztetnek minket, és nem áll velünk szóba senki. Vagy kicsúfolják a gyereket az óvodában, már is a magányosságot megélte. De megélhetjük egy olyan házi bulin, tinédzser korban, amikor már mindenki táncolt mindenkivel, csak én ülök ott egyedül, és árulom a petrezselymet. Nem tudom, a mostani házi bulik hogyan zajlanak. A mi időnkben azért még működött némi hát ilyen társasági íratlan szabály, hogy hogyan és miként illik viselkedni. Aztán felhív az önleértékelés, az az érzés, ami már kapcsolódik a magányossághoz. Mert ha én leírom magam, nyilván ezzel nem dicsekszem, vagyis ezt már magányosan élem meg. De ugyanezt fogom megélni, ugye, ahogy utalt Réka, az elválasztási konfliktusban. Mert az, hogy nem megyünk az anyóshoz látogatni, mert nem akarom látni őket, mert nem tudom őket elviselni, vagy valami. Tehát, hogyha én tiltakozok a találkozás ellen, el akarok tőle választódni, szakadni, az már egy elválasztási konfliktust indít el bennem, a másik emberben pedig egy magányosság érzést, nem tud mit kezdeni ezzel a dologgal. És ott van a lényeg a neveltetésben. Az, hogy a gyereknek mikor volt arra lehetősége, hogy odaüljön az édesanyja ölébe, a szemében nézzen, és elmondhassa, hogy mi az, ami ő neki nagyon fáj, vagy amit másképpen szeretne. Tehát itt, ameddig a hierarchia megvan a szülő és a gyerek között, addig a gyereknek, hát hogy mondjam, nincs lehetősége arra, hogy ezt elmondja. Nagy bátorságra van szükség ahhoz, hogy odálljon és az asztalra csapja, és azt mondja, hogy végre hallgassatok meg engem is. Mi lenne, ha ezért nem kéne küzdeni a gyereknek, hanem ez egy legalább heti egy alkalommal volna egy egyórás nagy megbeszélés, ahol mindenki elmondhatná, hogy mi az, ami nyomja a lelkét, mi az, amit másképpen szeretne, vagy másképpen lát, vagy mi a javaslata azzal kapcsolatosan, hogy csináljuk úgy, hogy mindenki jól érezze magát a közös háztető alatt. És itt jön be a kommunikáció, a szívtől szívi kommunikáció, ami nélkül nem fogjuk megoldani a magányosság érzését odabent. Az is tetszett nagyon, ahogy Réka mondta, hogy nem lépek ki a nem cselekvésből. Ez az én döntésem. És akkor én magamat kárhoztattam a magányra. Nem vagyok hajlandó megoldani azt a dolgot, ami miatt, mit tudom én, veszélyben érzem a létezésünket, a létfeltételeket, megoldandó problémákat nem vagyok hajlandó megbeszélni a családdal, mert ez a férfi feladata, és ha beledöglök is, ezt nekem kell megcsinálni. Drága uraim, ez nem éppen így működik. Mert a másik embernek a meglátása egy mondat elegendő ahhoz, hogy sikerüljön valamit, kitaláljuk ahhoz, hogy jaj, akkor ezt másképpen is lehetne. Megint csak a kommunikáció fontosságára hívnám fel a figyelmet. Aztán nem valaki fogja megoldani a magányomat, hanem itt az én döntésemről van szó. Amikor egy olyan párkapcsolatban élünk, ahol együtt fejlődünk valahonnan, valahová. Ez azt jelenti, hogy egy irányba nézzük, együtt haladunk, és közben egymásra figyelünk. Hát ez az a kapcsolat, ami többről szól, mint a hálószoba történet. Mert akár mennyire is jó a hálószobában a szex, egy idő után már az se lesz jó, mert a magányosság befonja, beszövi az érzelmeinket, és akkor
Ugye, hölgyeim, tudjuk azt, hogy nézzük a plafont. Tehát a meg nem értettséget nem lehet úgy kizárni, hogy ne vigyen be valaki magával a hálószobába. Az pedig megmérgezi a kapcsolatot, és ezt mind a két fél érzi, még akkor is, ha nem beszél róla. És akkor elkezdünk boldogabbnak hit kapcsolatok után keresgélni. Első történet, rajta kapom a férjemet, hogy párkapcsolattal foglalkozó oldalakat néz a számítógépen. Aztán ott van az, hogy ezt most akkor elmondjam, vagy nem mondjam, vagy magányos maradok ebben is. Tehát, ha nem lehet saját véleményem otthon, és itt ugye ilyen konzultációs témám volt a mai nap, egy embernek, egy fiatalembernek soha nem adtak igazat gyerekkorában, mindig lehurrogták. És fantasztikus önleértékelések sorozatát éltem meg, úgyhogy eljutott a Bechterevkorig. Miért? Mert nem volt kivel megbeszélje azt, hogy ő hogyan gondolja. Tehát a másik lényeges dolog, és nagyon örülök, Réka, hogy a párkapcsolatot ilyen szépen és ilyen részletesen kifejtetted. Mert ha nem vállalok felelősséget egy kapcsolatban, amikor csak látszólag jól vagyunk, amikor nem vállalom fel azt, hogy te meg én egy pár vagyunk, és ezt felvállalom a többiek előtt is, akkor milyen kapcsolat az? Meg kell érnie egy kapcsolatnak arra a szintre, hogy ezt a vállalást közösen megtegyék, de ha eleve úgy indul, ahogy ezt ugye Réka mondta, hogy még nem találok jobbat, addig veled maradok, hát szóval, ha valaki ilyenbe bele tud menni, az nagy, az hatalmas nagy tévedés. És jönnek az elvárásaik. Én nem tudom megérteni, hogy mire fel dolgozok én ki elvárásokat. Hiszen a feltétel nélküli elfogadás az egyetlen tiszta szeretet. Ha nekem elvárásaim vannak, akkor ott már nem beszélhetünk teljesen tiszta szeretetről. Akkor ott már adok-kapok szintű kapcsolat van, és akkor nyugodtan lehet írni nem csak társasági szerződést, hanem házastársi szerződést is. Ez úgy közel-keleten divat. Én úgy gondolom, hogy mivel a legtöbb problémát a társas kapcsolatban éljük meg a családban, a családon belül, aztán jön a munkahely, de azon lehet változtatni, de az ember a családját nem változtathatja meg. Amikor rájövök arra, hogy a család az egy biológiai kapcsolat első szinten, a túlélésről és a fajfenntartásról szól, akkor lesz belőle egy magasabb szintű kapcsolat, egy spirituális, egy lelki kapcsolat, amikor megtanuljuk elfogadni egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Ez lenne a cél, és akkor nem lenne szükségünk erre a táblázatra, ami éppen itt van. Nem élnénk meg magányosságot és egyéb dolgokat sem. Most nézzük akkor, hogy mi történik a pillanat. Mi történik, megvan. Tehát mi történik a biológiánkban? Mert ezeket az érzéseket azért kellett így kifejteni, mint még soha eddig, hogy rajta kapjam magamat, hogy ez az alapvető oka annak, hogy nagyobb az ödémám, mint kéne. Mindjárt részletezni fogom a különböző csíralemezeknek megfelelően a dolgot. Tehát, amint elmondtam, a túlélés érdekében visszatartjuk a vizet, majd megoldásban a felesleges sejtek lebontásával, beindul a vizelés, és izzadni fogok, és lázam lesz, és a vizeletben mindenféle dolog megjelenik, de ez nem azt jelenti, hogy vizeletfertőzésem, vagy vesemedence gyulladásom, vagy nem tudom mi van, csak megoldottam a magányt. Na most abban az esetben, ha mindkét oldalon lezár a vesegyűjtő csatornának a reléje, itt van fönn, kicsi sárgával bekarikázva, itt nem tudom, hogy mennyire látható. Hát nyilván, aki telefonon nézi, semmit nem lát a kivetített anyagból, ezért javaslom mindenkinek, hogy a televíziót arra használja, hogy oda vetítse ki a laptopjáról a képet, hogy lássa a kivetített anyagot. Szóval,
Ha mind a két oldalon, az agytörzsben a hámerigóc érintett, akkor ebben az esetben már konsternált állapotról fogunk beszélni. És ez a konsternált állapot a Pszichózisok és Viselkedés Változások című könyvben gyönyörűen ki lett fejtve. Van esetbemutatás is Hammer-nak az aranykönyvéből ezzel kapcsolatban, hogy mi az, hogy konsternált. Zavarodott az illető, nem tudja, hogy kik veszik körül, nem ismeri fel még a szeretteit sem, nem tudja, hogy hányadika van, milyen évszak van, éppen hol van, kinél van, vagy egyáltalán mi veszi körül. Ez a teljesen zavarodott állapot eljutathatja a beteget a pszichiátriára, ahol ott semmi, de semmi ilyen dologról nincsen szó. Ez a viselkedésváltozás csak azért alakult ki, hogy akkor, amikor én partra vetett halként itt fekszek itt, akkor ne kezdjek el vergődni, mert ha elkezdek vergődni, megesznek a madarak. De ha zavarodott állapotomban mozdulatlanul maradok, akkor a következő víz, a következő hullámverés esetleg visszavisz engem a vízbe. És ezek a halak így élték túl ezt az állapotot, hogy lezárták a vizet ebben az érzelmi állapotban, és ezért zárjuk le mi is a vizet akkor, amikor az előbb említett magányosságot és annak minden emberi fajtáját hajlandók vagyunk letesztelni magunkon. Tehát ha duplán lezárnak a mindkét vesének a vesegyűjtő csatornája, akkor egy olyan állapot alakul ki, amiben már az illető emberrel, hát hogy mondjam, nehéz kontaktust tartani és értelmes dolgokról beszélni. Na most mi van akkor, amikor fut bennem egy biológiai program? Például éppen a szomszédom, akivel 10 éven át veszekedtem, elköltözött, hála Istennek, és egy nagyon kedves szomszéd költözött a szomszéd lakásba. Mi történt ebben a pillanatban? Mutatom, megoldódott a 10 éve tartó vitaveszekedés és bosszankodás. Az epileptoid krízisbe be fogok sárgulni, és bevisznek a kórházba, mert ugye, hát ha sárga vagyok, akkor biztos fertőzök. Ezt csak idézőjelben mondtam. És a kórházban mit élek meg? Megélem a kórház konfliktust. Idehoztak engem meghalni. Ez lesz az, ami lezárja a vesegyűjtő csatornát, és veselégtelenségben fogok frekvenciát váltani. Hány olyan esetről tudunk, hogy bevitték a kórházba valamilyen tünettel, és az volt a haláluk, ahogy leállt az illetőnek a veséje. Na most ugyanez a történet az is, akkor is, hogyha nekem például fut valamilyen programom, és melléje teszem a magányosságot. Na nézzük meg, hogy akkor mi lesz a következmény. Itt vagyunk, és megnézzük az endodermás programokat, vagyis a sárga csíra, a belső csíralemezből származó programokat. Nyilvánvaló, hogy a falatkonfliktus megoldásánál a mandulák nyelőcső alsó harmadának fokozott lesz a duzzanata. A megnövekedett vízbefolyás miatt. Tehát a begyűlemlet, nagyobb lesz a duzzanat a feles mennyiségben begyűjtött víz miatt. Amikor máj megnagyobbodásról, hepatomegaliáról beszélünk, ennek is az egyetlen oka az a magányosság, ami megsuhintott engemet ebben a betegségben vagy valami mással kapcsolatban. A lényeg az, hogy a májam az ugye a jobbordai valat, mit tudom én, 2-3-4-5 újnyira tapintható lesz, éles lesz a széle, kemény lesz a tapintata, stb. Stb. Szóval ezt az orvos egy egyszerű tapintással képes megállapítani. Nyilván, hogyha még egyéb dolgokat is figyelembe veszünk, nem akarok medicinában mélyen belebújni. Nem ez a célom. Az a célom, hogy megértsük, hogy a magányosság még a gyomor bélrendszernek is befolyásolja a működését, a fokozott ödéma nehezíteni fogja az emésztést, a felszívódást. És akkor az van, hogy az illetőnek nincs étvágya, nem tud enni, nem éhes. Miért? Hát nem megy át a vékony nyálkahártya rétegen keresztül, nem tud a felszívódás megtörténni. Bármilyen hasi szervnél, ha programot futtatok,
és túlzásba viszem a magányosságot, akkor megjelenik ez a gyönyörűséges ascites vagy hasúri folyadék gyülem. Erre még visszatérek a következő csíralemeznél is. A prostata, a méhnyálkahártya is fokozott duzzanatát fogjuk tapasztalni a magányosság megélésével, és minden esetben a fájdalom, kérem szépen, a konfliktus megoldása után sokkal fokozottabb lesz, ha nagyobb a duzzanat, mint amilyennek lennie kéne, vagyis ha benne csücsülök a magányban. Ugyanakkor az agytörzsi reléknek is nagy lesz a Hammeri Gócban és a körüli vízgyüleme, tehát az lesz, hogy az agyalapi részen fájdalmat fogunk érezni. Viszont ha csinálnak egy koponya-CT-t, ezt rögtön ki fogják nevezni agytörzsi daganatnak. Középső csíralemez, meg nem értettség, magány fokozza a meglévő programjainkat, így a mellnek a duzzanatát, amikor mondjuk egy kisagyi programról van szó. És ezért szokott szétrobbanni valakinek a melle, mert a létezés konfliktust, a meg nem értettséget, stb. Ezt mind megéli. Az irhában futó program, például egy Orbánc esetén sokkal vastagabb, sokkal fájdalmasabb, érzékenyebb lesz, ha hozzáteszi ezt az érzést. És ne felejtjük el, hogy a mellhártya, ami ugye a tüdőt körbeveszi, az mindig a megoldást követő fázisban vizet fog felhalmozni, mert az Életemre törnek című programot futtattam, és ezért ez lesz a biológiai válasz. Gyanús volt nekem, hogy itt valamit a hallgatóság nem ért ezzel kapcsolatban, tehát kifejtem. A tüsszentés az epileptoid krízisben a gyanúnak a feloldását jelenti. Szóval a tüdő a túléléshez levegő, víz, táplálék kell. Mivel bírom ki legrövidebb ideig? Levegővel. Mert ahhoz, hogy életben maradjak, a legfontosabb, hogy legyen levegő. De ha az életemre törnek, akkor nem logikus, hogy a mellhártya, ami a tüdőt beborítja, mint támadási konfliktus, a mellhártya lesz az, ami érintve lesz. A mellhártya régi mezodermából származik. Tehát az életemre törő támadást a mellhártyámmal fogom lereagálni, és nyilvánvaló, hogy a megoldásban, ha még magányos is vagyok, akkor nem csak egyszerű ödémám lesz, fokozott folyadékgyülem a mellhártyába, ami még nem befolyásolja az én légzési képességem, hanem rengeteg vizet gyűjtök be, és innentől gyakorlatilag a tüdőt kiiktatom a mozgásból, mert nem tudja követni a mellkasnak a belégző mozdulatait. Ugyanezt élem meg a hashártyánál is, amikor valaki egy övön aluli ütésként éli meg mindazt, amit mondtak neki, vagy hátulról jövő támadásként, esettörténeteim vannak rá, és hogy akkor retroperitoneális tumorról beszélünk. Szóval, és ez mindig hasűri folyadéknak a fokozott felgyülemlésével jár. De a szívburokba is képes felgyülemleni a víz. Itt látjuk a szívburok. Nak is két lemeze van, kettő között van egy nagyon minimális folyadék, hogy amikor a szív kitágul, összehúzódik, ez surlódásmentesen tudja megcsinálni. Elnézést, de direkt nem használok terminus technikusokat, mert az a laikus közönséget nem érdekli. Tehát amikor támadást élek meg a szívem ellen, mert én mindent a szívemre veszek, amit mondanak, így fogalmazom meg, és támadásként élem meg mindazt, amit mondanak, akkor szívburok gyulladást fogok elindítani. De ha a szívemben van egy gyógyulási folyamat, egy túlhajszoltságot megoldó konfliktus, akkor megint lehet a szívburokban, perikárdiumban folyadékgyüle. Nagyon lényeges lenne, hogy megértsük, hogy
Az önleértékelés, az egy elképesztő program, mert nem vagyok tisztában vele, hogy ki vagyok én valójában. És az elhízásnak, kérem szépen, idézőjelbe tettem. A legnagyobb oka pontosan a magányosság. Tessenek megnézni az elhízásról szóló előadást, és részletesen kifejtjük, hogy mi történik itt valójában. Az izmok gyógyulásakor is fokozott ödéma lép fel, és fokozott fájdalom és erőtlenség. A meg agyi ödéma is kialakul ugye a hámerigózban, mert ez vele járó. Ez gátolni fogja a mozdulatnak a beindítását. Az izomprogram gyógyulásakor még rosszabbul érzem magam, mint előtte. És ha nem ismerem az izmokról szóló biológiai programok előadást, akkor képes vagyok újabb felesleges dolgokat elindítani. A szívizomzatnak is az ereje tovább csökken, amikor megoldásba kerül a túlhajszoltság. Jó lenne ezzel is tisztában lenni, és ezért nem mindegy, hogy feloldom vagy nem oldom fel békével a napjaimat, hogy tönkreteszem-e a megfelelési kényszerrel a szívemet, vagy nem. Az ízületek fokozott duzzanata fájdalmat okoz. Mindenki tudja, aki köszvénytől szenved. Tessék megnézni, egy gyönyörűen be van gyulladva ez az öregújnak az alapízülete. Mert képtelen vagyok kilépni abból a helyzetből, amiben vagyok, és ezt magányosan élem meg. A csontok fokozott duzzanata a legerősebb fájdalmat fogja létrehozni, ami létezik a biológiában. De nem morfiummal kéne csillapítani a fájdalmat, mert az nem csillapítja, csak a beteget, én mondjam azt, hogy közömbössé teszi a fájdalommal szemben, és leállítja a szívverését. Ehhez kérem szépen a varázsinjekció, amit beadnak a betegnek, és aztán leállt a légzése és a szívverése. Szóval jó lenne tisztában lenni vele, hogy mit, mikor szabad és hogyan használni. Aztán ott vannak a béklyókonfliktusok, az alsó végtagnak az ödémája, ami, hogyha a nyirokrendszert érinti, akkor létrehozza a limfödémát, vagyis a nyirokrendszernek a fokozott duzzanatát. Ebből is ki lehetne lépni, csak meg kéne nézni a béklyókonfliktusról szóló előadást, ami szintén a weblapon már elérhető. És akkor a piros csíralemez, az ektodermába tartozó programokról, ez egy tényleg csak egy, így átfutunk felette, nem megyek bele részletekbe, csak hogy megértsük, hogy nem mindegy, hogy egy elválasztási konfliktust én mennyire magányosan élem meg. Mert a pemphiguszt, Lédának a betegségét, ugye az okozta, hogy hatalmas magányosságban élte meg az elszakadását Aditól. És ezért jelentkeztek be ezek a nagy, bulózus, hólyagos bőrelváltozások. És az egész konfliktus több mint 20 évig tartott. Szóval akkor el tudjuk képzelni, hogy a magányosság mennyire, de mennyire befolyásolja a dolgainkat. Megint csak felidézném Hámer doktornak a mondatát, hogy ezért ennyire fontos a magányosság érzésének a megértése és megoldása. Eritéma, exudatívum, multiforme, Stevens-Johnson szindróma, ezek mind arról szólnak, hogy a magányosság fokozottasan jelen van az elválasztási konfliktusban. A méhnyak fekélyesedése, amit szintén ráknak neveznek, ugye? Ha magányosan élem meg ezt az egészet, akkor fokozott lesz a duzzanat a megoldásban, és fokozott lesz a vérzés is. A légutaknak a fokozott ödémája viszont már életveszélyes állapothoz fog vezetni. Gondoljunk csak a Klinefelter-ödémára. A gége görcse Krupphoz vezet, és ezt az ödéma tovább fokozza. Az epe kivezető rendszernek az elzáródását is az ödéma fokozza, vagyis az, amit én pluszba ráteszek. És akkor ott maradok a sárgaságban. Tehát megtörtént az epileptoid krízis, összehúzódott az Oddi-féle záróizom. De olyan magányosnak, meg nem értetnek, élem meg az egészet, hogy nem tud az epe ezután bejutni a bélrendszerbe, és sárga lesz nem csak a szemem, hanem a bőröm is. És
Csak arról van szó, hogy az illető a bosszúságait magányosan éli meg. Nem érti, hogy mást miért nem bosszantja az, amitől ő bosszankodik. A szemből és hátból jövő félelem, tehát amikor van egy frontális félelem, és van egy hátulról jövő félelem, itt már nem tudok rajzolni, tehát az a látóközpontot érinti, akkor kialakul a migrén, és hatalmas fejfájásunk lesz, de minden esetben hatalmas lesz a fejfájás, a bármelyik relé közül, körül kialakul egy hatalmas nagy ödéma. Bármelyik relé körül hatalmas ödéma kialakul, és fantasztikusan fáj a fejünk. Tehát ezért foglaltam össze ezt az egészet, hogy lássuk, hogy nem csupán arról van szó, hogy unom már ezt az egészet, mert én nem vagyok magányos, vagy éppenséggel telibe talált mindaz, amit Réka mondott, és nem is szeretném ezt hallani. Csak szólok, hogy az viszont egy belső fülprogram, és fülcsengéssel fog jelezni. Nos, akkor még néhány általános dolgot a gyógyulás. Első három feltétele, légy őszinte önmagadhoz. Ugye mondtam, ha még valaki önmagához sem őszinte, azon nem lehet segíteni. Bocsáss meg önmagadnak, és bocsáss meg a másik embernek is. Mert amíg nincsen megbocsátás, addig nincsen gyógyulás. A megbocsátáshoz meg kell értenem, hogy mi történt és miért történt. Ha valakit érdekelnek a viselkedésváltozások, akkor van róla könyv. El lehet olvasni, hogy miért megalomán az illető, vagy miért kaszanova, vagy miért nymphomán. Feloldatlan félelmek irányítják az emberek viselkedését. És a világ pont arról szól, hogy félelemben tartsanak minket. Tehát el kéne dönteni, hogy jobb félni, mint megijedni, vagy esetleg jobb bízni, mint félni. Szeretnék egy nagyon ismert embernek a szavaival szintén iránymutatást adni arra, hogy mennyire, de mennyire fontos dolog a megbocsátás. Vasár Robert, aki 908-ban Erdélyben válaszúton született, és 98-ban Floridában halt meg, a következőket írta. Ne üss sebbet embertársaid lelkén. A tiedet gondatlanul megkarcolja valaki, ne csinálj belőle nagy ügyet. Az agyon tapogatott sebek mérgesednek el leghamarabb. Ha pedig a seb körül éreznéd már a töprengésnek gyötrő szaggatásait, vedd elő az akaratkését, ízist föl a szellem tüzében, és vágd ki vele lelkedből a megtámadott részt. Most ki a tiszta sebet önbírálattal, bármennyire is csípéséget, tégy rá feledést tapaszt, és úgy járj vele az emberek között, mint akivel semmi sem történt. Hatalmas tanítás van ebben, csak ugye tudjuk, hogy az ember, a magyar ember lelki megrázkódtatásról beszél. De itt Vasalbert sem a nagybetűs lélekről szól, amikor azt mondja, hogy vágj ki vele lelkedből a megtámadott részt. Az egónkból kell kivágni a megtámadott részt. Csak őt lehet megtámadni. A lelkünk köszöni szépen, jól érzi magát. A megoldásnak az első három lépése a következő. Tisztázzuk a konfliktust magát a germán gyógytudomány segítségével. Senki nem unalmában betegszik meg. Tehát ha nem emlékszem valamire, hogy ez megtörtént volna velem, de mégis van tünet, akkor miről van szó? Ja, esetleg nem a viselkedésemen kéne változtatni? De amíg nem vagyok hajlandó változni, változtatni, elvárhatom a biológiámtól, hogy ő is valamit másképp csináljon, mint eddig? Tehát légy őszinte önmagadhoz. Második lépés. A konfliktus érzelmi feloldása, amit már elmondtam az elején. Gyerekeknél arra lehet csak törekedni, hogy biztos legyen a gyerek abban, hogy az többet nem fordulhat elő vele. Mindenki tegye bele azt a történetét, ami éppen aktuális a gyerekkel kapcsolatban. És ha ezt meg tudjuk oldani számára, akkor onnantól megjött a megoldás.
A félelem tudatos feloldása az majd egy következő lépés lesz a gyermeknél. De a gyermekre egészen 12-14 éves korig az édesanyán keresztül képesek vagyunk hatni, mármint az édesanyja a gyerekére. A hajlandó az édesanyja is változni. És ezután jutunk el oda, hogy éljünk most már tudatosan. Nem csupán biológiai tudatosságban, amikor tudom, hogy a DHS az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. Oké. Ez nagyon szép, köszönjük szépen Hammer doktornak. De mire mutat rá ez a táblázat valójában? Hogy minden konfliktusra van egy biológiai túlélő programom. De mi okozza a konfliktust? Nem az, hogy nem így képzeltem el. És akkor mind tudok változtatni? Az elképzelésemen vagy a valóságon? Na erre tessék a választ megadni. És amikor pont a fordítottját teszem, vagyis elfogadom mindazt, ami történt, úgy, ahogy volt, mert megértettem a germán gyógytudomás segítségével, vagy egyéb dolgokban, ahova nem germán gyógytudomány kell, megértem, megbocsátom, elengedem, elfogadom, és megköszönöm hálával. Na akkor beszélhetek arról, hogy eljutottam egy magasabb tudatossági szintre, ahol már nem a túlélés és a fajfenntartás ösztöne vezérel engem, hanem valami egészen más. Ajánlom mindenkinek figyelmébe az útmutatót az egészséghez, amiben nem csak az öt természettörvényt fogjuk megkapni, meg a csiralemezeknek a szerinti konfliktus típusokat, amiről röviden szóltam, hanem a krónikus vagy elakadt lefolyásoknak is a taglalása bent van a könyvben. Ezt máshol nem találják meg. A konfliktus típusok elemzése, esetismertetése, és néhány akadémikus diagnózisnak a magyarázata, mert a Sjögren-szindróma, kérem szépen, egy olyan összekötött nagy virágcsokor, amiben a táblázatból mindenhonnan van benne valami. Tehát nem autoimmun, hanem egy csomó feloldatlan, lezáratlan probléma. Én azt gondolom, hogy a germán gyógytudomány továbbra is az alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. És a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások, viselkedés minták feloldásával fogunk valós megoldáshoz eljutni. És nyilvánvaló, hogy mennyit ülünk a konfliktus aktív fázisban, vagy éppenséggel mit csinálunk, az majd eldönti, hogy hogy változik meg a biológiai szinten, szervi szinten mindaz, ami megváltozik, vagy ha gyűjtögetjük a konfliktusokat, akkor eljutunk oda, hogy megváltozik a személyiségünk, a viselkedésünk, vagy hangulati ingadozásaink is lesznek. Felhívnám a figyelmet, hogy tudományról beszélek. Kérem szépen, a germán gyógytudomány tudomány, nem ezotéria. Ezt tessenek megérteni, hogy a germán gyógytudomány nem egy alternatív módszer. Nem arról szól, hogy most akkor nem diétázok, hanem germán gyógytudományozok. Nem, kérem szépen. Azért tudomány, mert megismételhető, vagyis reprodukálható mindenkinél, össze is hasonlítható, mindenkinél ugyanúgy fog lezajlani a halálfélelem miatt a tüdőszövet szaporulata. És előrejelezhető a gyógyulása, hogy beteg hajlandó lezárni a konfliktusait. Tehát a lényeg, hogy megismerjük az öt természettörvényt, megismerjük, hogy hogyan működünk, és akkor, amikor ez a megismeréshez, tehát eljutottam egy biológiai tudatossághoz, akkor van tovább, és akit ez érdekel, az eljön egy háromnapos képzésre, vagy hallgatja a webkonferenciákat. Aki volt már háromnapos képzésen, az rengeteg emlékeztető mondatot hallott a mai napon is. A mai webkonferencia felért egy külön előadással, egy külön tanfolyami résszel.
Nagyon remélem, hogy sikerült végigfigyelni, esetleg jegyzetelni olyan dolgokat, amelyek megérintettek, amelyeket fontosnak találom, vagy aha élményt indított el.